Köszönöm, hogy szervusztok! 365 nappal ezelőtt, 2022. február 24-én hajnalban az orosz csapatok megindultak Ukrajna ellen, megindult Oroszország inváziója Ukrajnával szemben. Az eltelt egy évben a háború következményei tragikusak, tízezer számban mérhető csak a halottaknak a száma, katonák és civilek egyaránt a veszteség oldalán állnak, illetve amit látunk még ezen túlmenően az az, hogy radikálisan átalakul a világ egésze. A mai este folyamán egy átfogó gépet szeretnék éppen ezért mutatni nektek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt egy évben milyen következmény vannak Oroszország inváziójának. Itt lesz velünk Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, érkezik majd a stúdióba Csiki Varga Tamás, biztonságpolitikai szakértő. Itt lesznek velünk különböző újságírók is, akik az elmúlt egy évben többször is tudósítottak a területéről. Érkezik Földes András, Huszti István, Nyilas Gergely, illetve Vörös Szabolcs. Majd a stúdióban lesz Deák András, illetve Jandó Zoltán, akikkel energetikai kérdésekről fogunk majd beszélgetni. Illetve illetve érkezik hozzánk Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője. Zárásként pedig Boris Kogarlicki szociológussal készítette kollégáim egy exkluzív interjút, ezt is be fogjuk mutatni az adás folyamán. Az első interjúkat, amit Eszbíró Zoltának készítettünk, a délután folyamán rögzítettük, ezt fogjátok most látni felvételről. És akkor fordulok Zoltánhoz. Szervusz, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, a, Szervusz, a Nagyon szívesen öröm volt idejönni. Kezdjük azzal, hogy amikor ezt az interjút fölvesztük, tegnap tartotta meg Putyin az évértékelő, háborúértékelő beszédét, ami bár eléggé széles körben bemutatása került a magyar sajtóban is, azért mégis érdemes lehetne összefoglalni a legfontosabb megállapításait, esetleg azokat is, amikre nem terjed ki a tudósításoknak a köre. Hát arra kiterjed, de mindenképpen talán a legfontosabb újdonságnak az számított, amit a Start 3 megállapodással kapcsolatban bejelentett. Ezt még 2010 áprilisában Medvegye írta alá Obamával, és ez a stratégiai támadó fegyverek további csökkentésére vonatkozott. Óriási lépés volt, mert amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor mindkét oldalon több mint tízezer nukleáris robbanó állt hadrendben, amit stratégiai hordozóeszközökre lehetett felszerelni, és ez a Prágában aláért 2010-es, most felfüggesztett megállapodás, azt írta elő, hogy 7 éven belül ezt a számot 1550-1550-re kell csökkenteni. Ennek persze voltak előzményei a Start 1, illetve a Start 2, ami már elkezdte ezt a folyamatot, de ez egy újabb, nagyon jelentős tovább lépés volt azon az úton, hogy a világot megkíméljük egy esetleges nukleáris háború rémétől. Putyin a beszédében külön hangsúlyozta, hogy nem kilép Oroszország a megállapodásból, hanem felfüggeszti annak hatáját, ami hát úgy is értelmezhető, hogy ez a megállapodás túl a korlátozásokon, illetve a csökkentéseken túl. Azt is előírja, hogy a stratégiai nukleáris támadó fegyverek nem maszkírozhatók, nem elrejthetők, tehát lehetővé kell tenni, hogy a felek kölcsönösen ellenőrzék a saját eszközeikkel, hogy mekkora számban és hol állnak ezek rendelkezésre, illetve hogy semmilyen körülmények között nem telepíthető a nemzeti határokon túl stratégiai nukleáris fegyver. És a harmadik legfontosabb, hogy időről időre inspekciót, tehát személyes jelenléttel, ellenőrizni lehet, hogy betartod. De valószínűleg ez az utóbbi játszott a szerepet abban, hogy Putyin most úgy döntött, hogy ezt a megállapodást ezen túl nem fogják betartani, vagy szabadságot élveznek abban, hogy minden pontját betartják-e. Nem hiszem egyébként, hogy önmagában elkezdenének újabb jelentős nukleáris fejlesztésekbe és telepítésekbe. Ez nagy kockázat lenne Oroszország számára, hiszen hogyha belegondolunk, hogy az orosz gazdaság 2021-ben, tehát a háború előtti évben nominális értéken olyan 1700 milliárd dollár tudott előállítani, az amerikai 22 ezer milliárd dollár akkor lehet látni, hogy egy újabb fegyverkezési verseny milyen drámai következményekkel járna. Valószínűleg ennek a bejelentésnek tehát az volt a funkciója, hogy ne jöjjenek az amerikaiak, és személyesen semmilyen körülmények között semmit ne ellenőrizhessenek. Hát a másik nagy része ennek a beszédnek, hát a háborúnak az ismételt megindoklása, az ismételt, hát ez a reszentiment, tehát annak a történetnek a felmondása, hogy minket megaláztak, félrevezettek, és nem mindig, a háborút nem mi vagyunk felelősek ezért a háborúért. Tehát az önigazolás hosszú passzusait lehetett ezekből a szövegekből kiolvasni, illetve hát voltak visszatérő elemként szociálpolitikai ígéretek, főleg azok számára és azokat megcímezve, akik akik részesei ennek a háborúnak. Volt egy szerintem egészen komikus bejelentése is, és nem tudom másképp minősíteni, hogy azok, akik részt vesznek ebben a különleges katonai műveletben, fél évente 14 napos szabadságot kapnak. Ami hát őszintén szólva annyira aránytévesztő bejelentés a dolog drámai súlyához képest, és hát egyéb megnyilatkozásokban is próbálták szociálpolitikai intézkedésekkel valahogy elfogadtatni a társadalommal ennek a háborúnak a fenntartását, mert hogy semmi jel nem mutat arra, hogy ezt rövid időn belül orosz részről le akarnák zárni. Még egy kérdés a beszédre vonatkozóan, mennyire volt ennek az a funkció, hogy Putyinnak a pozícióját a sajátjai körében? Tehát ugye a nemzetközi Twitter csatornákon rengeteg képet lehetett látni, amiben ki print screen különböző funkcionáriusokat, akik vagy hát bóbiskoltak, vagy látványosan unatkoztak a beszéd közben, sokan ennek is üzenetjellegű, vagy üzenetjelentőséget tulajdonképpen Nyitottak. tehát volt -e esetleg ilyen funkciója, hogy Putyin részben bemutassa a nemzetközi közönség számára, hogy továbbra is egyébként osztatlan a népszerűsége a legfontosabb funkcionálisok körében, illetve hogy őket magukat is arccal a politikája mellé rendelje. Hát nyilván nehéz lett volna ismét valahogy elfogadtatni, hogy 2022 után, amikor elmaradt ez az elnöki üzenet, ugye ezek az elnöki üzenetek nem évértékelők, mint ahogy a magyar politikai szénán megszoktuk, tehát nem visszatekintőek, hanem funkcióját tekintve hasonlóak, mint amit Amerikában is az elnök szokott.

kongresszusban tartani, tehát előre tekintőek. Ezt a 90-es évek elejétől Oroszországban betartják, van, amikor csak ősszel mondják ugyan tehát a nemzet álló, előtt álló feladatok összefoglalása ezeknek az elnök üzeneteknek a funkciója, az más kérdés, hogyha a jövőre vonatkozóan nincs mondandód, akkor egyre inkább a múlttal kezdesz foglalkozni, hát ezt látjuk Putin beszédeiben is. 22-ben nem tartotta meg, annak ellenére, hogy az alkotmány ezt előírja. Nyilván most nem tehette meg, hogy egy második évet is kihagy hogy a hatalom megőrzése szempontjából volt ennek funkciója, hát nyilván bizonyos értelemben reménykedett abban, hogy az összetartozást a politikai osztály hogy is mondja, háború iránti elkötelezettségét lett volna hivatott bizonyos mértékben demonstrálni, bár meghekkelték egyébként a központi tévé adásokat, tehát sok központi tévé nem tudta hosszú időn keresztül közvetíteni, ami önmagában ugye mutatja az oroszországi viszonyokat és bizonyos kiszolgáltatottságát is a központi hatalomnak. Hát a bóbiskolók meg hát azt mutatták, hogy talán ilyen hosszú beszédeket nem kellene tartani, mert azért a fizikai tűrőképességnek is van határa. Tekerjük vissza az időkereket, és nem csak egy évvel, hanem akár egy egész évtizeddel is, ugyanis hamarosan megjelenik majd az új köteted a gondolat kiadónál a Progress könyvek sorozatában, Putyin háborúja címmel, és tehát igazából 2010 11 től kezdődően elemzett azokat a társadalmi folyamatokat, amelyekkel a putyini hatalom megpróbálta előkészíteni, ráhangolni az orosz társadalmat arra, hogy részben az ukrán álláspontot alapvetésnek fogadjál, másrészt pedig azokat az intézkedéseket, amelyekben Putyin gyakorlatilag háború vezette a nemzet egészét, ugye ez szintén támogatólag tudja elfogadni. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy milyen geopolitikai célokat lehet beazonosítani a háború előkészítése mögött, illetve mennyire lehet az egész háború elindítását belpolitikai válságokra adott válaszként értékelni? Hát azt gondolom, hogy még 2013-14 idején, amikor a úgynevezett majdani fordulat kialakult Kievben, illetve Ukrajnában, akkor az a fajta türelmetlenség, ahogy beavatkozik Oroszország a folyamatokba, és ahogy 2014. februárjában, márciusában annektálja a Krímet, illetve április második hetétől elkezd beavatkozni és fellázítani Ukrajna két keleti megyét, a Luhanskit, illetve a Donetskit. Szóval ott belpolitikai problémákra vissza lehetett vezetni. Én legalábbis az előző könyvemben erre vezettem vissza, belpolitikai nehézségekre, a népszerűség csökkenésére. Itt ebben az esetben, a 22-es háborúnál nem látom ezt a belpolitikai problémát. Ennek ellenére mégis azt érzékelem, visszatekintve, hogy azért 2010-11-től elég határozott felkészülés van arra, hogy Oroszország, a poszovjet térség nagy része fölött az ellenőrzését megerősítse, hosszú távon megtarthassa. Tehát ezt a geopolitikai teret mindenképpen felügyelete alá vonja, kivéve talán a három kis balti államot, amelyeket fölvették időközben a. Az Európai Unióba, illetve a NATO-ba. Tehát azok a lépések, egyrészt a hadsereg újrafegyverzése, ez 2010-ben, 11 ben indítják el egy 10 éves program, elképesztő pénzt, mintegy 700 milliárd dollárt szántak arra, hogy a modern fegyverek ajánlját mind a stratégiai nukleáris erőnél, mind a hagyományos erőknél jelentősen ezt az arányt 70-80 százalékra próbálták felvinni. Ezzel párhuzamosan már 2008-tól egy katonai reformot is elindítanak, tehát a hadsereg megszervezés és a tömeghadseregről próbálnak egy professzionális hadseregre átállni, és hát lehet látni, hogy 2014-től, hogyha valaki követte a központi orosz televíziók adásait, akkor lehetett látni, hogy esti politikai műsoraikban visszatérően Ukrajnával, estéről estére foglalkoztak, és elképesztő hangnemben beszéltek Ukránokról, az ukrán vezetésről, a nyugati államokról, lengyelek sokat kaptak, a baltiak sokat kaptak, a brittek, az amerikaiak, Amerikaiak. tehát van egy ilyen érzelmi ráhangolás is arra, hogy itt szembefordulunk egyre inkább a nyugattal. Van egy meglepő elem, ami most válik sokak számára nyilvánvalóvá, az a, annak a nukleáris narratívának a felépítése, ami szintén 2014 el kezdődik. Tehát Putyin a világot 2014-től fenyegeti azzal, és emlékezteti folyamatosan, hogy Oroszországnak az amerikaival egyenértékű nukleáris arzenája van, és ami nagyon feltűnő volt, hogy az utolsó négy szovjet vezető, tehát Brezsnyevtől kezdődően, se Andropov, se Csernyenko, hát Gorbacsovról már nem is beszélve, esze nem volt a világot emlékeztetni a szovjet nukleáris arzenára, mert tudták, hogy az amerikai, és illetve a nyugati oldalon is ismerik ezt a képességet. Putyin visszatérően hozza szóba a nukleáris háború rémét, nem azt állítom, hogy ezzel az lett volna a cél, vagy az munkálna a háttérben, hogy ők tényleg nukleáris fegyverbevetésére készülnek de azt nagyon határozottan állítom, hogy 13-14-től tudatosan építenek föl egy olyan hangulatot, amivel meg akarják riasztani a nyugati társadalmakat és politikai vezetőket, hogy adott esetben szemben veletek mi képesek és készek leszünk nukleáris fegyvert bevetni. Tehát egyfajta megdolgozás, érzelmi megdolgozása a nyugati társadalmaknak 14-től elkezdődik ezzel a nukleáris narratívával. És hát persze nem lehet nem beszélni arról, hogy mit tesznek a belpolitikai viszonyok, Rendszer átalakításában, hogyan marginalizálják az egyébként is nagyon gyenge politikai ellenzéket, hogyan számolják fel aztán a civil társadalom fontos, számukra problémát jelentő intézményeit, illetve ha kell, akkor fizikailag hogyan próbálnak kiiktatni kockátot jelentő politikusokat. 15 fábriárjában úgy lövik le a Kremtő szomszédságában Boris Nyemco az egyik vezetőjét, és egy ilyen emblematikus alakját a még meglévő nyugatos liberális ellenzéknek, és aztán 2020. augusztus 20-án pedig Navalnyit egy bináris ideggázzal, novicsokkal próbálják kivonni a politikai küzdelemből. 13-14-től tudatosan építenek föl egy olyan hangulatot, amivel meg akarják riasztani a nyugati társadalmakat és politikai vezetőket, hogy adott esetben szemben veletek mi képesek és készek leszünk nukleáris fegyvert bevetni. Tehát egyfajta megdolgozás, érzelmi megdolgozása a nyugati társadalmaknak 14-től elkezdődik ezzel a nukleáris narratívával. És hát persze nem lehet nem beszélni arról, hogy mit tesznek a belpolitikai viszonyrendszer átalakításában, hogyan marginalizálják az egyébként is nagyon gyenge politikai ellenzéket, hogyan számolják fel aztán a civil társadalom fontos, számukra problémát jelentő intézményeit, illetve ha kell, akkor fizikai hogyan próbálnak kiiktatni kockátot jelentő politikusokat. 15 fábriájában úgy lövik le a kremtő szomszédságában Boris Nemcovot, az egyik vezetőjét, és egy ilyen emblematikus alakját a még meglévő nyugatos liberális ellenzéknek, és aztán 2020. augusztus 20-án pedig navalni egy bináris ideggázzal, novicsokkal próbálják kivonni a politikai küzdelemből. És hát a végén pedig, hát mindazt, ahonnan az orosz jelentős része esetleg független forrásokból tudott volna tájékozódni, hát azokat is felszámolják. Ahogy elérünk a háborúhoz, elindul 22. február 24-e hajnalán, rövid időn belül az ellenzéki, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a független sajtó három zászlós hajóját, a Novaya át ez egy nyomtatásban és elektronikus formában, tehát interneten is elérhető lap, 21-ben a főszerkesztője béke Nobel-díjat kapott, de ez se védte meg a lapot attól, hogy felszámolják. Felszámolják a Dost televíziót, és felszámolják az Eho Maszkvi rádióadást. Tehát a három zászlós hajó lényegében egyedül az internet maradt egy olyan felület, az is nagy korlátozások mellett, ahol még reménye van tájékozódni az orosz polgárnak. Hogy ezeknek a médiumoknak mekkora hatásuk volt az orosz társadalomra? Ezek inkább a városias közönséget tudták elérni, a felső középosztályt, ha pedig igen, akkor ilyen szempontból miért kellett őket én értem -e likvidálni, hogyha nem volt a szélesebb társadalmi nyilvánosságra jelentős befolyásuk? Hát azért, mert minél kevesebb dolgot szeretett volna a véletlenre bízni, és a kritikai hangok fennmaradása az vagy esetleg civil társadalmi képzőmények fennmaradása, hogy háború ellenes tiltakozásokat tudna szervezni. Az orosz társadalom egy része egyébként elutasítóan reagál a háborúra kezdet-kezdetén, még így is, hogy lényegében azok a szervező mechanizmusok, amelyek segíthették volna, már a háború előtt kiiktatásra kerültek, de nyilván attól tartott a vezetés, hogy jobb ezeket a kritikai hangokat, illetve szereplőket, szervezeteket kiiktatni, és valóban arról van szó, hogy nagyon kevés because hogy elérjünk a háborúhoz, elindul 22. február 24-e hajnalán, rövid időn belül az ellenzéki, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a független sajtó három zászlós hajóját, a Novaya Gazétát, ez egy nyomtatásban és elektronikus formában, tehát interneten is elérhető lap, 21-ben a főszerkesztője, béke Nobel díjat kapott, de ez se védte meg alapot attól, hogy felszámolják. Felszámolják a Dost televíziót, és felszámolják az Eho Maszkvi rádióadást. Tehát a három zászlós hajó elsüllyesztésével lényegében egyedül az internet maradt egy olyan felület, az is nagy korlátozások mellett, ahol még reménye van tájékozódni az orosz polgárnak. Hogy ezeknek a médiumoknak mekkora hatásuk volt az orosz társadalomra? Ezek inkább a városias közönséget tudták elérni, a felső középosztály ha pedig igen, akkor ilyen szempontból miért kellett őket euh, én értem be, likvidálni, hogyha nem volt a szélesebb társadalmi nyilvánosságra jelentős befolyásuk? Hát azért, mert minél kevesebb dolgot szeretett volna a véletlenre bízni, és a kritikai hangok fennmaradása, az kockáztatta, vagy esetleg civil társadalmi képzőmények fennmaradása, hogy háború ellenes tiltakozásokat tudna szervezni. Az orosz társadalom egy része egyébként elutasítóan reagál a háborúra kezdet-kezdetén, még így is, hogy lényegében azok a szervező mechanizmusok, amelyek segíthették volna, már a háború előtt kiiktatásra kerültek, de nyilván attól tartott a vezetés, hogy jobb ezeket a kritikai hangokat, illetve szereplőket, szervezeteket kiiktatni, és valóban arról van szó, hogy nagyon kevesekhez jutott el. Mondjuk a DOS televízió fénykorában, amikor több operátor is fölvette kínálatába, 14-15 millió emberhez jutott el egy 145 milliós országban. Nem azt mondom, hogy lebecsülendő, de nyilvánvaló, hogy a nagyvárosokban, főleg a két történelmi fővárosban, Moszkvában és Szentpéterváron nézték, illetve abban a 11-néhány milliós városában. Tehát ez a közép-felső közép osztálynak voltak a tájékozódási pontjai, de hát még ez is nyugtalanította a hatalmat, és felszámolták őket. Egyetértesz azon a megállapításon, amit többek között Boris Kagarlitski fogalmazott meg, hogy igazából az orosztáson a döntő többségének nincsen kiformált álláspontja a háborúval kapcsolatban, sem nem támogató, sem nem ellenző. Nagyjából 15-20%-ra teszi azoknak a számát, akik valamilyen módon visszajönnek ez az egész offenzívához. Ha egyetértesz vele, ha nem, akkor miért? És tehát milyen okok állhatnak e mögött, ha ez igaz? Hát egyrészt nyilván Boris Kagarlicki is nehéz helyzetben van, mint hogy minden olyan elemző, aki megpróbál valahogy kapaszkodókat nyerni arra vonatkozóan, hogy mit is gondol az orosz társadalom, mert egy konszolidált autokráciában a közvényi kutatások azok nagyon nehezen használható. Én hosszú időn keresztül, amikor megjelentek például a levadaközpontnak a független és idegen ügynöké nyilvánított Moszkvai Közlemény Kutató Intézetnek is a mérései és hosszú hónapokon keresztül a társadalom háromnegyedének háború támogató álláspontját regisztrálta, én annak tulajdonítottam, hogy az emberek félnek. Az kétségtelen, és Kagalici is nyilván erre gondol, hogy Oroszországban, amikor egy Kutató intézet munkatársa fölhívja Andrei et Nyizsnyi Tagilban, akkor Andrei Vassziljevics nem arra gondol, hogy egy civil közönkutató érdeklődik a véleménye iránt, hanem hogy az állam keresett fel engem. Uh -huh. És konszolidált autokráciában az emberek hát hajlandósak alkalmazkodni az elvárásokhoz, igazodni. Nyilvánvalóan a félelem sok mindent meghatároz és diktál. De hozzáteszem, hogy kisebb kisebb közönkutató intézetek fókuszcsoportos méréseiből azért az is kivehető, nagyon nehéz egyébként pontos számokat és arányokat persze ebből érzékelni, ugye azért az orosz társadalom egy nem jelentéktelen részét sikerült indokrinál, indokrinálni, tehát hogy Ráhangolni és meggyőzni arról, hogy Oroszországnak joga volt ezt a háborút elindítani. Tehát nem állítanám ma már feltétel nélkül azt, hogy a félelem diktálja ezeket az eredményeket. A félelem és az igazodási vágy mellett biztos, hogy nagy számban vannak jelen, de hogy milyen arányban rendkívül nehéz. Még egyszer mondom, egy konszolidált autokráciában erre pontos és megbízható adathoz jutni, egy részüket azt hiszem a hatalom ezzel a szorgos, hosszú éveken keresztüli munkájával, ideológiai munkájával meg tudta győzni. Ugye abban nincsen vita, hogy egy konszolidált autokráciában nyilvánvalóan a vezetőségnek és én értem Putyinnak és belső körének az egyértelmű felelőssége az, hogy megint került ez a háború. De azért is kérdeztem ezt a Kagarnickivel összefüggésben, mert hogy van egy másik tendencia, amivel kapcsolatban nagyon kíváncsi a véleményedre, ez pedig alapvetően az, hogy az orosz liberális, hogy gyakran azt, hogy Putyin bázis a Vatnyikiben találhatóak. Meg ugye ez az iskolázatlan alsó jelenti, Igen. és ez egy olyan típusú elitizmus, ami nagyon szerves lesz igazából az orosz liberális gondolkodásnak. Ugye van a Piotr Csadajev, aki okay. a Filozófusok Levele című okay. úgy vélekedett, egy parányi kisebbség gondolkodik, a többi csak érez. Mi gondolsz erről, hogy ez a típusú attitűd, ami azért mondom még egyszer évszázadokon átívelen szerves része az orosz progressziónak, az orosz liberalizmusnak, mennyiben járulhatott hozzá az, hogy a putyini gondolat és a putyini hozzáállás dominálni tudta a társadalom egészét? Hát nekem 2011-12-től 11 végén Duma választást tartottak, 12 márciusában elnökválasztást, amikor visszatér Putyin az elnöki pozícióban négy, négy év kihagyás után. Az volt a benyomásom, hogy igazi kockázatot a rezsimre nézve azt jelentené, hogyha a városi lázadó középosztály szót értene a vidéki, szociális, komoly szociális gondokkal küzdő vidéki Oroszországgal. Elismerős a helyzet. Szóval, hogyha ez a párbeszéd létrejönne, és körcsönösen felismernék a vidéki, kevésbé tájékozott része az orosz társadalomnak, felismerné, hogy a jogállamisággal összefüggő kívánalmak az ő szociális helyzetét is végsősorban egyfajta garanciával bástja ez a körül, és a városi középpolgár is felismerné, hogy nem mindenki él olyan körülmények között, mint ahogy ő élnek, másoknak másfajta problémái vannak, és ezekkel a szociális problémákkal is szembe kéne nézni. Na most ez a dialógus, ez voltak éppen máig nem jött létre. Nagyon nehéz is egyébként egy olyan országban, amely ekkora területen jön létre, és hát különösen olyan körülmények között, amikor a hatalom, hát attól autokrácia, hogy abban a pillanatban, amikor akár személyben, akár szervezetben az autokráciára minimális kockázatot jelentő szervezet vagy politikus lép fel, pillanatokon belül megpróbálja kiiktatni, nem feltétlenül fizikailag, de mindent megtesz annak érdekében, hogy az a mondjuk így mozgósító erő vagy ideológiai erő ne jelenjen meg, amelyik számára kockázatot jelent. Tehát ezt a dialógus képtelenséget fontosoknak látom az orosz belpolitika leírásában. És volt valaha az elmúlt egy-másfél évtizedben komolyan vehető politikai szereplő vagy mozgalom, ami ennek a megváltoztatását tűzte ki az ászlajára? Nem tudnék ilyet mondani. Nem tudnék ilyet mondani, sajnos. Ugye a Kubiton publikált egy részletet a, a megjelenő De. kötetetből, és ebben a cikkedben úgy uh, reagálsz uh, az ilyen dekolonizációs kérdésekre, hogy az orosz köztévé szereplő és megmondó emberei uh, általánosságban arra a dehumanizáló és démonizáló retorikára álltak rá, már a krím annektálása előtt jóval, ami ugye igazából az ukrán nemzetet kollektíve fasisztának bélyegezte uh -huh. meg. Miért ilyen hatásos ez a típusú retorika? Miért ilyen hatásos az, az egész retorikai alapállás, amit Putyin azért nagyon tudatosan épített be a politikájában az elmúlt egy évtizedben, nevezetesen, hogy a nagy honvédő háborúra, a második világháborús orosz szerepvállásra mint egyfajta büszkeségre okot adó teljesítményre az orosz nemzetnek utal, és ezen keresztül próbálja delegitimálni az ukrán nemzet önrendelkezési lehetőségeit. Hát egyrészt itt utaltál is rá, hogy olyan hívószavakat használ ez a retorika, amelyik ismerős, legalábbis a vagy az annál idősebb nemzedék körében, tehát a szovjet kország bizonyos ideológiai patentjeit hozza vissza. Másrészt pedig, hát azt is lehet látni, hogy... Mind, tehát a Szovjetunió 91 végi felbomlását követően mind Ukrajnában, mind Oroszországban elindult egy folyamat, hogy a birodalom felbomlását, jogi és politikai felbomlását követően modern politikai nemzetek kialakuljanak. Ezen az úton haladnak az ukránok, hosszú időn keresztül ezen az úton haladnak az oroszok is, de egy idő után különböző okok miatt, például azért, mert a jövőre vonatkozóan nem találják meg az igazán hatékony gazdaságpolitikát, nem nagyon van mondandó a jövőre vonatkozó, akkor ugye visszafordulunk a múltba, és ebben a közegben egy idő után nagyon szígyellősen kezd visszatérni a birodalmi szemlélet. Nagyon érdekes, hogy már több mint egy évtizede egy ukrajnai közveny kutatóintézet és egy oroszországi, a Levada Központ kölcsönösen méri, hogy mit gondolnak oroszok az ukránokról, és mit gondolnak az ukránok az oroszokról. Mm. És az a meglepő eredmény jött ki egészen a 22 előtti időszakig, tehát a háború megkezdését megelőző időszakig, de már utána, hogy elvették tőlük a krímet, mármint, a ukrajnától hogy az ukránoknak folyamatosan sokkal jobb volt a véleménye az oroszokról, mint az oroszoknak az ukránokról. És ebben én két okot és két körülményt látok magyarázatként. Az egyik, hogy az ukrán médiatér az tagolt, megosztott, különböző érdekcsoportok felügyelete alatt áll, és szükségszerűen egyfajta térlátást, nem biztos, hogy az egyik vagy a másik hiteles, de mégis valamiféle tért alakít ki egy-egy kérdés megítélésében. Az orosz politikailag értékes média, a televíziók, bár csökkent ugyan a nézés, és hogy a lakosság mely aránya tájékozódik kizárólag vagy döntően a tévéből, de még 70% fölött onnan tájékozódnak. Az orosz televíziók a 2000-es évek elejétől egy narratívát, egy mondandót sugároznak. De a másik, ami talán még fontosabb, hogy miért gondolkodhatnak ilyen furcsa vagy meglepő módon egymásról az ukránok és az oroszok, hogy az ukránok azon az úton haladnak, amit modern politikai nemzet születésének útjaként írhatunk le, van ennek egy csomó tárgy kétségtelen, és az oroszok viszont a politikai osztály beavatkozásának, megnyilatkozásainak köszönhetően egy idő után erről az útról, mintha visszatért volna, visszafordult volna a birodalmi szemlélet felé. És hogyha de birodalmi szemléletben pillantasz magadra, és a volt birodalomhoz tartozó területekre, akkor te illetékesnek érzed magad nem csak a saját ügyeidben, hanem a egykora birodalmathoz tartozó népek ügyeiben is. Az ukránok úgy gondolkodnak, hogy az oroszok Éljenek úgy, ahogy ők maguk jónak találják, mi is úgy szeretnénk élni, ahogy mi jónak találjuk, ne legyen konfliktus köztünk, békében éljünk egymás mellett. De ha visszatér a birodalmi szemlélet, akkor a birodalmi szemléletből viszont az következik, hogy az orosz elkezd úgy gondolkodni, hogy hát természetesen én határozom meg, hogy Oroszország hogy éljen, és milyen szabályok legyenek. Na de illetékes vagyok abban a eldöntésében és befolyásolásában, hogy a közvetlen környezetem az egykori birodalomhoz tartozók hogy éljenek. Na most ebből fakad ez a fajta konfliktus, és láthatóan ez egy olyan kompenzatorikus erővel bír például azok körében is, akik élete egyébként hát messze nem olyan gazdag és felhőtlen, mint mondjuk a tehetősebb csoportjai az orosz társadalomnak élnek. Szóval ezen társadalmi csoportok számára is, hogyha egy nagy, erős nemzethez tartozol, és folyamatosan ezt emlegetik, akkor ez a birodalmi szemlélet azért tud vonz erőt gyakorolni sokakra. Picit beszéljünk még erről, és kérlek, hogy ezt segíts jobban megértenem. Tehát, hogy Ugye zajlik ez az ukrán nemzetállamnak a megerősödése, vagy az ukrán nemzetnek a megszületése, Igen, bizonyos értelemben ugyanis sokan a nemzetközi kommentariátus tagjai közül jellemzik a folyamatot, amit kiváltott a háborús agresszió az ukrán állam területén élő népek körében. De ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy ez együtt jár az egyfajta elszakadástól is, az orosz kulturális történelmi hagyományoktól, tehát egyfajta deruszifikációval is. Hogyan kellene szintén Zelenszkijának kezelni azt, hogy a nemzetállam építése, megerősítése az közben ne járjon együtt egyfajta egyneműsítéssel? Tehát hogy ezt a nagyon sokféle multietnikus nemzetet, amit ukrajnaként ismerünk, ezt hogyan lehetne megőrizni a maga diverzifikált diversifik, diversifik, állapotában? Hogyan kellene hozzáállni ahhoz, hogy ez a sok nyelvűség, ami jellemzi az ukrán társadalmat? megmaradjon a háború végén is. Hát én azt gondolom, hogy nem csak azért, mert mint kiderült az Ukrajnában, délen, illetve keletön élő etnikai oroszok körében is nagyon sokan úgy tűnik, hogy a többség Kiev iránt maradt lojális, és nem sikerült azt a kettős mármint hogy kulturális identitás, hát az ott élőknek, hogy egyszerre tartoznak az ukrán és az orosz kultúrához oroszország iránti lojalitásá átalakítani. Tehát azt, hogy ilyen borzalmas körülmények között is az ott élő oroszok jelentős része hűséges maradt az ukrán államhoz, már csak ezért is honorálni kéne a háború végén egy más kisebbségpolitikával, oktatáspolitikával. Annak ellenére, hogy itt most nagyon borzalmas mindaz, amit Oroszország és az orosz hadsereg elkövet Ukrajnában, és emiatt nyilván érzelmileg egy egészen más hőfokon és más, más lelki állapotban tekintenek az orosz kultúrára, az orosz nyelvre. Én azt hiszem, hogy egy idő után annak a felismerésnek meg kell születnie, hogy az orosz mégis egy a világhoz kapcsoló olyan közvetítő nyelv, amit, Hiba lenne eldobni. Hiba lenne eldobni, mert már csak azért is, mert oroszul egy csomó olyan dolgot jelentettek meg, és valószínűleg a jövőben is megjelentetnek, amire az ukrán nemzet nem lesz képes, de az orosz nyelv ismerete révén fontos francia, angol német szerzőket fognak tudni olvasni. Én például elég alaposan a szovjet felbomlás után is bejártam az egykori Szovjetuniót, és hát több helyen lehet azt tapasztalni, hogy hogy az orosz nyelvi ismerete, például Örményországban, és az örmények, hát hogyha van olyan kis etnikai közösség a volt Szovjetunió területén, ahol az örmények és az oroszok egyenrangú férként tekintenek egymásra, és semmiképpen nem barátságtalan a kettőjük közti kapcsolat, még akkor is, hogyha az utóbbi időben vannak ennek ellentmondó, terhelő momentumok. Szóval az örményeknél is azt lehet megfigyelni, hogy az idősebb nemzedék beszél oroszul, a fiatalabb nemzedék az inkább angolul beszél az örményen kívül. Na de az örmények három millióan élnek Örményországban. Az örmények voltak a Szovjetuniónak az az etnikai közössége, amelyik az egyik leginkább. Képzett része volt a szovjet társadalomnak. Tehát olyan társadalmakban el tudom képzelni, hogy az orosz, mint közvetítő nyelvet leváltsa az angol, ahol ennek megvannak a kulturális vagy civilizatórikus alapjai. De a legtöbb helyen nincs meg. Tehát az orosz nyelv eldobása az egy olyan kulturális közvetítő elveszítését jelentene, ami ami kevesebbé és nem többé tesz. Ugyanakkor természetesen a nemzetállam születése és a nemzet, a modern politikai nemzet megszületésekor is ezek az árnyoldalak időnként felerősödhetnek azok a tendenciák, hogy attól válok nemzetté, hogy kiterjesztem a nyelvhasználatot és így tovább. De ezt föl kell ismerni, hogy ezen egy bizonyos ideig lehet radikálisan haladni, de egy idő után önsorsombóló. És bízom benne, hogy az ukrán társadalom és politikai vezetés ezt felismeri, és abban is bízom, hogy a nyugat, amelyik nagyfokú támogatást biztosít ebben a háborúban, ebbe az irányba fogja terelni és befolyásolni azt az ukrán vezetést, amelyik majd megpróbálja konszolidálni az országot a háború befejezését követően. Picit már beszéltél erről a kérdésről, amire most fogok rákérdezni itt a birodalmi dinamikák alakulása kapcsán. Ugye Volodymyr Inchenko, uh, ukrán szociológus uh, beszélt arról, hogy igazából a poszt kondíciónak a végét látjuk. De szerintem fontosan elmagyarázni pontosan, mit is értő az alatt, hogy poszt kondíció. Hát nyilván azok a kötődések, azok a kapcsolatok, amik nagyon sokrétűek voltak, és messze nem csak politikaiak és gazdaságiak voltak, nyilván családia, kulturálisak, ideológiaiak, nyilván az idősebb nemzedék számára bizonyos mondatok, fordulatok, ezek evidenciaként, tehát a kommunikációban is evidenciaként működtek, de hogy egyre fiatalabb nemzedékek kerülnek vezető pozícióba, ezek a félmondatból is értjük egymást, mechanizmusok is eltűnnek. Uh -huh. És hát a gazdasági kapcsolatok is jelentős mértékben leszűkülnek. Ugye ezt ismerte fel Oroszország, amikor neki fogott a vámunió létrehozását követően az Eurázsiai Gazdasági Unió, Létrehozásához. Na de hát ebben az unióban az egykori 15 tag köztársaságból, Oroszország melletti 14 tag köztársaságból csak Kazasztán, Belarus, Örményország és Kirgizisztán van jelen. A többiekkel ezt a viszonylag szoros és kiterjedt gazdasági kapcsolatot már nem tudja megőrizni Oroszország. És azt is. Nem. Hát azért nem tudja, mert az orosz gazdasági erő egyrészt már nem teszi lehetővé, hogy jelentős pénzekkel dotálja, segítse ezeket a többségben szegény és ezek a szegény államok orientációt váltanak, és keresik azokat a kapcsolatokat. Például Kazaksztán esetében állíthatjuk, hogy háromszor akkora akvizíciót hajtott végre az elmúlt 30 évben Kína közép köztársaságban, mint amit Oroszország meg tudott valósítani. Mm. Tehát ugye közép tekintetében sokan a törökök jelenlétére, sokan a kínaiak jelenlétére vezetik vissza azt, hogy hát Oroszországot nem feltétlenül meghatározó játékos. Tehát ilyen értelemben az idő nagyon sok mindent elvégzett, és a gazdasági-politikai kapcsolatok ugyan tanul a következő elit, tehát a fölnövekvő elit ez a generáció is részben még mindig Oroszországban tanul, de igen nagy számban nyugati egyetemeken tanul. Kazasztánban hihetetlen programot indítottak el, hogy vezető nyugati angol száz egyetemen tanítassák a, 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 felnövekvő következő generációt. Ugye ott nagyon ambiciózusan az a terv, hogy három nyelvűvé tegyék az országot, a kazak mellett oroszul és angolul beszéljenek. Nem tudom persze, hogy mennyire illuzórikus, de lehet látni, hogy a legtöbb helyen úgy érzik, hogy fontos, tehát még a józan csoportok is, a konfliktus nem kereső csoportok is úgy érzik, hogy fontos, hogy békében éljünk itt Oroszország közvetlen környezetében, de a gazdaság és politikai jövő ennek a mintáját nem Oroszország adja. És ezt egyre több helyen lehet érzékelni. És hát most, ahogy gyengülőben van Oroszország, nagyon sok konkrét jelét látjuk annak, hogy a távolodás különböző konkrét lépésekben is kifejeződik. Kettőt mondanék frisset, mondjuk Kazaksztán esetében. Januárban jelentették be, hogy még a 90-es évek derekán aláírt konverziós szerződésből kilépnek, tehát nem váltható szabadon ezen túl a tenge, a kazak nemzeti valuta és a rubel. Ez például korábban soha nem kockáztatta meg Kazaksztán, mindig a kazahok számára kedvezőtlen volt a kurzus, most bejelentették. Nincs két hetesen, hogy bejelentették, hogy Moszkvában bezárják a kazak kereskedelmi képviseletet kislépések ezek, nyilván óvatosak ezek a szereplők, de mutatják, hogy azt a nagyon szoros kapcsolatot, amit Oroszország szíve szerint szeretett volna kialakítani, a háború nem hogy a számára kedvező módon alakítaná, hanem inkább félelmet, aggodalmat kelt a szovjet egykori belső periféria államaiban. Van két ismert orosz kifejezés, ami szerintem a Magyarország nézők széles körében is ismert. Ugye ez az egyik a vagyis vagy a kia hibás, igen. a másik pedig a Stodjilát, ami a, a Igen, pör. igen, igen. Hercen és Csernyéshevszki fogalmazta meg egy-egy fontos művében, így van. És ugye azért az látszik most, ami egy valószínűleg példátlan a korábbi tendenciákat figyelembe véve, hogy a Putyin Oroszországban megindult a találgatás arra vonatkozóan, hogy miért ment ennyire félre a háború. Tehát, mint hogyha ők maguk is most már egyre nyíltabban megfogalmaznák azt, hogy itt van egy belső félrekalkuláció azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire volt egy könnyen megnyerhető küzdelem. Mi lehet ennek szerinted az oka, hogy ezt a nyilvánosságban teszik meg, hogyha egyébként azt lehet látni, az orosz társadalom döntő többsége inkább a politikus és kevésbé tűnik elkötelezettnek vagy opponálónak a háborúval kapcsolatban. Hát akik nyilvánosan ezt megteszik, azok furcsa módon a radikalizált putyini irányvonalnak a képviselői. Tehát nem olyanok beszélhetnek erre nyíltan, akik bármilyen jelét is mutatnák egy a nyugattal, vagy a liberális értékekkel való azonosulásnak, hanem olyanokkal, akik még radikálisabb, még erőteljesebb, ha kell, még agresszívabb háborúnak lennének az elkötelezetjei. Nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a háború kitörése előtt talán három hét sem volt, amikor Leonid Rivasov, tábornok, ő egy vezérezredes, aki aki a geopolitikai akadémiának az alelnöke, és ami még érdekesebb, hogy a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főcsoportfőnökségének volt a vezérezredesi rangú vezetője. És ami különösen érdekessé teszi a személyét, hogy az ilyen politikai nézeteket valló embereket a 90-es években vörös barnáknak hívták, tehát hogy egyszerre imperialista, nacionalista és a szovjet korszak világához, a szovjet típusú társadalomhoz ragaszkodó figura, innen a vörös-barna kombináció, tehát szélsőségesen mm. konzervatív és ugyanakkor erős szovjet nosztalgiával teli. Szóval ez az ember írt egy nyílt levelet az őszoroszországi tiszti egyesület nevében, amiben arra szólította fel Putyint, a végén egyébként lemondásra, de arra szólította fel, hogy hagyjon fel ezzel a kockázatos manőverrel, amit tesz az ukrán határnál, végzetes következményei lesznek mindannak. Na most az a nagyon érdekes, hogy politikai nézeteiben az Ivasovi gondolatok, azok egyre inkább áthatják a hivatalos politikát, ezért nem mertek vele szemben fellépni. De mivel van egy szakmai étosza Ivasovnak, tehát katona ember, aki sok mindent tud, kifejthette szabadon a kritikai álláspontját, nem vitték el. Hogyha ugyanez egy nyugatos, liberális lenne, akkor elvinnék. Na most ugyanez a helyzet azokkal a figurákkal is, akik most elégedetlenek a háború menetével, nyíltan bírálják a katonai vezetést, azért nem merik elvinni őket, mert félnek, hogy ezek a radikális csoportok esetleg szervezetté válnak, különböző belső problémákkal problémákat okozhatnának. És hogy ennyire elkalkulálták ezt a történetet, abban azt hiszem több minden játszott szerepet, tehát hogy valóban komolyan, minden valószínűség szerint arra számítottak, hogy néhány nap, legfeljebb két hét, és letudtuk ezt a műveletet. Ebben nyilván szerepe volt annak, hogy a korrupciónak autokráciában időnként van jótékony hatása is, a pénz nem oda kerül, ahová szánják. Uh -huh. Ugye? Tehát, hogy ugyan 700 milliárdot szántak a hadsereg fegyverzésére, de valószínűleg nem és pénz nem oda került, mint ahová kerülni kellene. Talán két hónapja sincs, hogy egy tábornok, obszitos tábornok felállt a Dumában, és azt mondta, hogy hát hova tűnt másfél millió mundér? Na most másfél millió mundért egy eruhát nyilván legyártani talán legyártottak, de inkább bízom benne, vagy feltételezem, hogy még mielőtt legyártották volna, kézen közön eltűnt. Tehát a korrupció is szerepet játszik abban, hogy a hadsereg annyira lett hadrafogható, mint amennyire látjuk a háborús események kapcsán, és hát azt is látjuk, hogy az az ötödik részlege az FSB-nek, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak, amit Putyin idején hoztak létre, és kifejezetten az volt a feladata, hogy Oroszországon kívül a poszt térség, tehát a fák államaiban próbálja befolyásolni a belpolitikai folyamatokat, ha kell korumpálni az ottani politikai eliteket. Ott is óriási pénzeket kapott ez az ötödik részleg arra, hogy korumpálja az ukrán elitet, láthatóan bizonyos pénzek nem oda jutottak, mint amire eredetileg szánták. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a autokrácia bizonyos értelemben önfelszámoló. Abban az értelemben önfelszámoló, hogy egy idő után, különösen, hogyha az autokrata személye változatlan, és lényegében a medvegyevi közjátékot, ha nem veszük figyelembe, vagy úgy vesszük figyelembe, hogy akkor is Putyin volt az első számú vezető, akkor több mint két évtizede irányítja ugyanaz a személy és lényegében autokrata módján Oroszországot. Na most, ilyen körülmények között az intézmények is elkezdenek alkalmazkodni a személy elvárásaihoz. Azok a jelentések, amelyek Putyin asztalára kerülnek, elkezdenek alkalmazkodni ahhoz a vélt elváráshoz, amit nyilvánosan Putyin képvisel. Tehát valószínűleg nem hitelesek, nem. Tehát a valóságtól egyre távolodóak azok a jelentések is, amikből levon ilyen vagy olyan következtetés Putyin mert hogy az autokráciák egy idő után saját intézményeiket is elkezdik torzítani, és elkezdik olyan irányba átalakítani, amely a hitelességüket egyre kérdésesebbé teszi. De abban érdemesebb bármit többet belelátnunk, hogy amikor már mondjuk Kadirova, a Csecsem vezető is kritizálja Igen, a háborús ugye. teljesítményt Oroszországnak, vagy még inkább Rigozsin, aki ugye a wagner zsoldos magánhadseregnek a vezetője, szintén Putyin belső köréhez azt tartoz ember, szintén kritizálja az orosz hadipar teljesítményét, vagy, vagy, vagy hadivezetésnek a teljesítményét. Szóval ezek között, vagy ezek kritikák között érdemesen meglátunk valamilyen a Putyin utáni berendezkedésre utaló megszólalásokat, vagy ez része Putyin hatalomgyakorlásának, gyakorlásának, hogy bizonyos kritikákat engedélyez a nyilvánosságban is megjelenni, pont azért, hogy ezzel is domestikálja a belső esetleges nehézségeket? Hát én az utóbbival értek egyet, ők abszolút Putyin teremtményei, tehát ők kreatúrák, ők addig léteznek, amíg Putyin van. De hát én majdnem, hogy teljesen biztos vagyok abban, hogy amikor Prigozsin vagy Kadirov abban a hangnemben megszólalt és élesen bírálta a katonai vezetést, akkor ezt Putyin jóváhagyásával, sőt, lehet, hogy kifejezett kérésével tették. Az más kérdés, hogyha kaotizálódna oroszországi belső helyzet, és Putyin valamilyen oknál fogva eltűnne, és különböző érdekcsoportok belső küzdelme alakulna ki, akkor átmenetileg akár föl is értékelődhetne az ő szerepük, amennyiben mindkettőnek több tízezres fegyveres gárda áll a rendelkezésére, és befolyásolhat egy olyan szituációt, amikor hát valóban polgárháborúvá fajul a konfliktus, de az az érzésem, hogy ha Putyin valamilyen csoda folytán eltűnne és kaotizálódna a helyzet, akkor az erőszakaparátusok különböző szereplői, a hadsereg, a egyébként reguláris erővel is rendelkező FSB tenne annak érdekében, mert láthatóan konfliktusos viszonyban van, mint Prigozsinnal, mint pedig Kadirovval, hogy ezek a csoportok nagyon gyorsan hát marginalizálódjanak, vagy felszámolásra kerüljenek. Tehát én azt mondom, hogy teremtmények kiszolgálják pillanatilag a putyini érdekeket és a kurzus érdekeit, de egy hatalmi válság esetén, egy kautizálódó helyzetben átmenetileg bizonyos szerepet be tudnak tölteni, de elképzelhetetlennek tartom, hogy akár egyikük vagy másikuk első számú vezetője legyen a jövőben Oroszországnak. Csak ide kapcsolódik az árokérdésem is, hogy egyáltalán lehet -e látni bármilyen jól kimunkált frakciót, ami már arra készül, hogy Putyin esetleges leváltása után betöltse a hatalmi vákumot. Mennyire lehet esetleg beazonosítani ilyen szereplőket? Hát nehéz lenne beazonosítani, láthatóan azért az elitet a félelem erőteljesen mozgatja és keretek között tartja, és kicsit ironikusan akár azt is mondhatom, hogy ha én látnám, hogy ilyen frakciók készülnek, az vége rossz lenne, mert hogy akkor Putyin is látná, és nyilván tenne ellene. Tehát, hogyha valami ilyen természetű pucs vagy hatalomváltás következne be, amely megpróbálna el mozdítani Putyint, az ha megtörténik, akkor váratlan lesz, hiszen ha nem váratlan, akkor valószínűleg időben lefülelnék. Ha a kérdés arra irányul, hogy Oroszország számára mely politikai vezetők jelenthetnék, azt a megoldást, hogy ebből a háborúból valahogy kikecmeregjen, és valahogy azt az óriási reputációs katasztrófát, amit a háború nyomán elszenved, valahogy mérsékelni tudja, akkor én két politikust tudnék megnevezni, akiben ezt a képességet és lehetőséget látom. Az egyik a Misustyin, a jelenlegi miniszterelnök, a másik Szobjányin, a jelenlegi moszkvai főpolgármester. Ők kettejükről azt lehet mondani, hogy mindkettő szerelmese a nyilvánosságnak, de amióta háború tart, láthatóan nagyon visszafogják nyilvános szerepléseiket, és azt a olyan politikus benyomását keltik, akik ugyan nem mernek nyíltan a háború ellen bármit is mondani, de mint egy a visszahúzódásukkal, mint egy jelzik, hogy ez nem az ő háborújuk. És hát Misusztyán a miniszterelnök egy ilyen technokrata, nagyon pragmatikus politikus, aki nem kozmát oda ezekhez az autokratikus alűrökhöz, tehát bennük például fantáziát látnék, de, és orosz Szegszerűen már pillanatnyilag a látható politikusok közül ők jelenthetnék azt az irányvonalat, amely kifelé vinne ebből az alagútból, és nem pedig befelé, de hogy mi fog történni, hogy ténylegesen ki fog felemelkedni, és hát még egy dolgot nem felejtjünk el, a krími háborút elveszítette második Sándor, nem ő kezdte, de ő zárta le, és utána 81-ig még évtizedeken keresztül irányította az orosz birodalmat, elveszítette az utolsó orosz cár második Miklós a japánok elleni háborút 1945-ben, és több mint egy évtizedig még irányította, tehát Putyin bukás a, a kudarc esetén sem garantált. Tehát ne úgy tekintsünk pillanatilag Oroszországra, hogyha ezt a háborút Oroszország kudarccal zárulna, ö, ö, zárná és le, ez szükségszerűen Putyin bukását hozná el. De akkor még ezt kérlek, hogy válaszolnak, hogy a te ö, tudásod alapján, ameddig Putyin van hatalomban, addig csak a háború eszkalációja lehetséges és képzelhető el, vagy te látod már most azokat az esetleges retorikai gesztusokat, politikai próbálkozásokat, mikrodinamikákat, amik abban az mutatnak, hogy Putyin is tisztában van vele, hogy ezt a háborút neki is érdekében áll. Ha prolongálni is, de egy ponton majd lezárni, és erre képesnek kell mutatkoznia, látsz erre bármi jelet? Hát egyelőre ennek pont az ellenkezőjét látom, de ez nem jelenti azt, hogy egy év vagy másfél év elteltével, vagy lehet, hogy már rövidebb időn belül, hogyha a harctéren nagyon komoly további veszteségeket szenved el, akkor Putyin esetében is egy másfajta szemlélet kezd felerősödni. Egyelőre semmi, de semmi apró jelét ennek nem látom. És alapvetően eszkaláció irányába, vagy a prolongálás irányába látod őt most mozogni? Hát ugye eszkalálódni kétféle értelemben eszkalálódhat a konfliktus. Egyrészt, hogy harmadik, negyedik, ötödik ország is bevonódik ebbe a konfliktusba. A másik, hogy a fegyverhasználat minőségében, hogy esetleg tömegpusztító fegyverek használatára kerülne sor. Én azt gondolom, hogy Putyin egyikben sem érdekelt. Tehát nem érdekelt, hogy esetleg egy újabb ország, netán NATO ország kerüljön ebbe a konfliktusba közvetlen érintetként. És szerintem a megannyi fenyegetőzés dacára sem látom való valószínűnek, hogy nukleáris fegyverhez nyúlna. Inkább egy prolongált háborúról van szó, amiben abban bízik, hogy egy idő után belefárad a nyugat, mert hogy ennek a háborúnak a végső kimenetelét azt hiszem három dolog fogja meghatározni. Az ukránok kitartása, a nyugat támogatásának fönmaradása, bővülése vagy szűkülése, és a harmadik, hogy mi történik az orosz belpolitikában. De ez három önmagában is olyan talányos és rejtélyes dolog, talán az első kettő kevésbé, de a harmadik mindenképpen, hogy ezek kombinációjából arra következtetni és végső ítéletet mondani, hogy ki és mikor fogja ezt a háborút lezárni és győztesként befejezni, hát ezt csak magyar miniszterelnök tud tenni. az Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondtad a nézőinkre, gyere majd máskor is, szervusz, minden jót! Köszönöm szépen, szavasz! Ez volt hát a beszélgetésünk, amit délután rögzítettünk ez Bíró Zoltánnal, a technikai nehézségekért a nézőink elnézését kérjük. És rögtön folytatjuk innen a stúdióból a háborús egy év feldolgozását. Itt van már velem dr. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Szervusz, köszöntelek az adásban. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Um, egy kicsit a harcászati cselekményeknek a szakaszolásával kezdjük ezt a beszélgetést. Uh, mik azok a legfontosabb fázisok, amiket föl vázolni az elmúlt egy év vonatkozásában? Mik voltak a legfontosabb fordulópontok? Hát nyilván a legfontosabb, amivel kezdődött az egész az első 5-6-7 nap, ugyanis abból indulhatunk ki most már, hogy Oroszország egy villámháborút próbált megvalósítani, ezért is fogadjuk el azt, hogy ez az ő értelmezésükben lehetett valóban egy különleges katonai művelet. Ez arra alapult, hogy megpróbálják bizonyos mértékben reprodukálni a krím elcsatolását szteroidokon. Tehát ugyan van katonai erőalkalmazás, ugyan megtámadják Ukrajnát, de összességében a lényeg az az lett volna, hogy a, a destabilizált ukrán politikai hatalmat tudják megdönteni, az ukrán vezetés irányítási kormányzati pontokat minél gyorsabban meg tudják szerezni, az ukrán társadalom és haderő ne álljon ellen, tehát ne kezdjen harcolni, és hát nyilván a kormányváltás keretében Zelenszky elnök vagy elmenekül, vagy megölték volna, valamilyen forma megszabadultak volna tőle, és ezáltal viszonylag korlátozott erőforrásokkal, gyors műveletekkel és kevés harccal Ukrán, de volna egy báb kormány alatt az orosz érdekszférába. Egy gyors kérdést engedj meg, a Zelenszky elnök meggyilkolására vonatkozó tervek, ez spekuláció, vagy van rá bármifajta ténybeli bizonyíték is? Semmilyen ténybeli bizonyíték ilyen értelemben nincsen, hiszen az orosz terveket nem ismerjük. Ha elmenekült volna az elnök, az neki ugyanolyan mondjuk úgy megoldás lehet volna orosz szempontból, azt is feltételezhetjük, hogy mivel ugye orosz különleges műveleti egységek elindultak e felé, illetve a, a elé repülőtéren megérkeztek, csak onnan nem jutottak tovább az ukránok ellenállása miatt. Ha bejutottak volna a kievi kormányzati negyedbe, ott tippelhetünk csak, hogy mi történt volna. Mit lehet tudni jelenlegi orosz stratégiáról? Tehát hogyan képzelik el a háborúnak a folytatását? Van-e bármilyen jel arra vonatkozóan, amit már föltettem ez Bíró Zoltánnak is, hogy inkább a prolongálása játszanak, vagy van valami fajta jel, ami arra mutat, hogy szerepel a tervék között a háborúnak a lezárása is? Hát jelenleg olyan bizonyítékunk, ami mondjuk a csapatmozgásokat, csoportosításokat, felkészülést illeti, nem támasztja alá, hogy belátható időn belül, mondjuk ez legyen egy hónap, eszkalálni szeretnék a konfliktust. A politikai bejelentések, katonai bejelentések decemberben, januárban is arról szóltak, hogy az eredeti háborús célt kívánják elérni. Ez ugye a Dombasznak az elfoglalása, tehát katonailag területszerzés, és nyilván egy rendszerváltás az ukrán kormánynak a leváltása, az ő értelmezésük vagy magyarázatukban egy denácifikáció és valamilyen orosz barátkormánynak a, a hatalomra a juttatása. Prigozsin, aki ugye a Wagner magánhozsoldos hadseregnek a vezetője, és amit kb. 40 ezer orosz elítéltel töltöttek föl, az ő mozgásairól mit lehet elmondani? Ez mennyire egy jól képzett, nem tudom, harcászati egység? Hát ma már semmiképpen. Ugye a Wagner eredetileg a háború előtti időszak vagy években egy néhány ezer, legfeljebb 5000 fő körüli uh, zsoldos hadsereg volt, amit egyébként számos országban többféle feladatra be tudtak vetni. Uh, az ukrajnai műveletekben először ugye a Miután elfogytak a különleges műveleti erőknek a bevetésre szánt uh, részei, hiszen a háború első napjaiban nagyon komoly veszteségeket szenvedtek. Nem számolták fel a teljes orosz különleges műveleti erőt, természetesen, de komoly veszteségeket szenvedtek. A, a speciálisabb feladatokra bevetették őket. Uh, viszont azok az erők is már komoly veszteséget szenvedtek. Amit most látunk, gyakorlatilag 2022 nyara óta, az az, hogy bármilyen jelentkezőt, aki megfelelő Zsoldért, vagy a Zsold ígéretéért be akar állni, és ugye a börtönökben ezért tovoroznak hajlandóak bevenni a Wagnerbe, és hát ennek megfelelően mondjuk úgy, hogy ha nem is nyíltan ágyú töltelékként, de hogy a veszteségeket nem kalkulálva alkalmazzák őket, például Bakhmutban is. Hm. Mit lehet elmondani a orosz belső elit mozgásokról és dinamikákról. Ugye ez bírozottan beszéltünk már arról, hogy ezek a típusú rivalizálások, amelyek Putyin belső köreit érinthetik, ezek hozzájárulhatnak adott esetben kifejezetten az orosz katonai sikertelenséghez is. De hogy látod ezt a kérdést? Igen, ugye a fő probléma az az, hogy ha a politika beleszól a katonai tervezésbe, a stratégiába, és hát azt látjuk, hogy a politika folyamatosan alása azt a, a mechanizmust, amivel sikeresen lehetne egy háborút megvívni. Ez az első pillanattól így volt, hiszen az a, a különleges katonai művelet, amire készültek, az első pillanattól a komoly katonai erőt, például a mozgósításnak a lehetőségét, azt kivette ebből a, a kártyakészletből. Aztán, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem haladnak az orosz katonai műveletek, nem tudják megnyerni a háborút viszonylag gyorsan, akkor egészen őszig kellett várni, amíg a részleges mozgósítást el tudtak rendelni. Tehát innentől kezdve az emberanyag nem állt rendelkezésre olyan mértében, hogy egy nagy átfogó műveletet tudjanak végrehajtani. Uh, ugyan a frontvonal hosszú volt, és több uh, frontvonalon zajlottak támadó műveletek, de hát a háború megkezdésekor és gyakorlatilag az első év nagy részében az ukránok voltak ember elő, uh, embererő főlényben. Hm. A harcszeri cselekmények mellett nyilván egy információs háború is dúl, és mindegyik fél ö, sajátosan használja az információ csöpögtetést arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen veszteségekkel számol a háború megindulása óta, akár emberi életben, akár infrastruktúrában, és így tovább. Mit lehet elmondani ezeknek a módszertanáról? Tehát hogyan lehetséges egyáltalán megközelítőleg valós képet kapni arról, hogy milyen típusú veszteségek érik egyik vagy másik harcoló felett? Hát azt mondom, hogy még megközelítőleg pontosat sem tudunk kapni. Um elegánsan ezt úgy szoktuk megkerülni, hogy a háború köde az, ami jótékonyan ráborul erre, és nyilván a veszteségeket a saját fél nem fogja közölni. Becslések vannak, ebben a megközelítésben én azért a nyugati hírszerző szolgálatnak a becsléseit azt egy kiinduló pontnak mindenképpen tudom kezelni. Itt az orosz részről 175.000-200.000 fő közötti veszteséget, tehát halottat és sebesültet emlegetnek most az egyéves évforduló kapcsán. Ebből akár 40 ezer fő a halott, és a maradék ugye a sebesült. Itt mindig egy három arány az, amit alapbecslésnek szoktunk venni, és ehhez képest az ukrán veszteséget azt a nyugatiak 100 ezer főt meghaladóra teszik, de ennél nem mondanak specifikusabban. A 100 000 fő az a sérült vagy az elhunyt áldozat? A, a sérült és a halott együtt. Uh -huh. Ugye az ukránok egyébként 13 ezer halottat ismertek be, tehát akiket hivatalosan is, mondjuk állami temetésen. Tehát ezek tenni. magában brutális számok. Um, mit lehet mondani az ukrán civil társadalom teherbíró képességéről? Tehát nyilván amiatt is fontos kérdés az, hogy a katonák mellett civil áldozatok száma hogyan alakul, meg gondolom ez is befolyásolja azt, hogy mennyiben tartanak ki a háború támogatása mellett. Az ENSZ statisztikai szerint most februárban, tehát az aktuálisan 19 ezer civil áldozatról tudunk, ebből 7000 néhány száz halott, és a maradék sebesült. Egyébként érdemes talán megemlíteni azt, hogy a, a veszteségek 90 át meghaladó arányban ezeket a veszteségeket tüzérségi eszközök, illetve robbanóeszközök okozták, tehát rakétatámadások, légicsapások. Tehát Ezek a, civil... a legbevettebb fegyverek is, amikkel vívják a háborút? A tüzérségi eszköz igen, de ugye a civil veszteségeknek ez a, a, kitettsége a tüzérségi eszközöknek, vagy a rakétafegyvereknek abból ered, hogy ugye Oroszország civil infrastruktúrát és lakóközösségeket is támad. Tehát a célpontok kiválasztása miatt van ez így. Beszéljünk még egy másik harcazati eszközről, ugye szoktak úgy is javatkozni erre a háborúra, mint a drónok háborúja. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet elbújni igazából az ellenség elől. Milyen következményi vannak ennek? Minden alkalommal, amikor van egy ilyen újszerű elem, akkor, akkor van egy hóra optimizmus, hogy ez a drónok háborúja. Az előző hegyi karabaki háború 2020-ban is egy ilyen aha élményt adott, akkor nyilván az akkori előzményekhez képest volt nagyobb arányú a drónok használata. Most ahhoz képest van egy megint csak sokkal nagyobb arányú. Nem csak felderítésre, célmegjelölésre, azonosításra használják, hanem ugye csapásmérésre is adott esetben a következő időszakok háborúiban valószínűleg, akinek technológiai lehetősége lesz, ezeket ugyanígy fogja használni, egyre kifinomultabban, összehangoltabban. Elkezdik majd használni a drónrajokat adott esetben mesterséges intelligenciával, autonóm eszközökkel segítve de hát ezek a legfejlettebb haderőkre lesznek vonatkoztathatóak. Egyébként meg hát a drónok esetében most is látjuk, hogy van egy ilyen szegény ember drónja típusú, tehát akár a kereskedelmi drónokra rá lehet függeszteni a eszközt, és azzal is meg lehet ölni az ellenséget bizonyos körülmények között. És mit lehet elmondani akár az oroszokra, az ukrán fegyverkezésnek a szintjéről? Tehát milyen típusú, mennyire eltérő generációs fegyverek állnak szemben egymással? Az ukránoknak a legfőbb előnye azon kívül, hogy ők egy, egy honvédő háborút vívnak, tehát a motivációjuk egészen más, mint egy területfoglaló Oroszországnak, az az, hogy a nyugati fejlett fegyvereket megkapták, és így a minőség tudja a mennyiséget kompenzálni. A legtöbb esetben legalábbis ezt tudja. Azt is láttuk, hogy ugye a kiinduló ukrán fegyverzetet 2020, mondjuk úgy nyaráig őszig, tudták bizonyos mértékben pótolni a egykori keleti blokknak a Varsói Szerződés egyéb tagállamainak a, a fegyvereiből, tehát Kelet-Közép-Európából a lengyelek, a csehek adtak át e, szovjet -orosz fegyvereket, de már ekkor megindultak párhuzamosan a szállítások a fejlett nyugati fegyverrendszerekből. És ez a 21. századi fegyverrendszereket jelent már. Ehhez képest az oroszok pont az ellenkező irányba visszafelé haladnak az időben az eszközök elővételével. Uh, nagyságrendileg, most délután néztem adatokat, az, az, ukránok dokumentálhatóan, ugye ez a sokat emlegetett Orix blog, ami fényképek és videók alapján hitelesített adatok uh, mentén közli a számokat, az ukránok 3000 hadi technikai eszközt vesztettek, az oroszok 9400-at minimum. Tehát háromszoros veszteségeik vannak, uh, de egyes kategóriákban ez ilyen kettő -ötszörös. De köszönjük. szárazföldi légi uh, járműveket, eszközöket egyaránt jelent. Így van, ez egy széles kategória, a harckocsitól a a drónokon keresztül a szállítójárművekig minden benne van, de összességében is ez számos országnak a komplet haderejét magába foglalhatná. Ugye szokták, hogy is jelenlőző, a háborúnak ebben a szakaszában úgynevezett anyagháborút folytatnak a hadviselő felek, és a Stephen Kotkin, amerikai Oroszország szakértő írta le ezt úgy, hogy az ukránok hátra kötött kézzel harcolnak, mert nem tudják támadni az orosz hadipari infrastruktúrát, ezzel szemben az oroszok igenis tudják támadni az ukrán hadipari infrastruktúrát. Ez egy előtlenség. Milyen hátrányokat hoz az ukrán felek részére, és milyen előnyökkel jár az oroszok számára? Egyáltalán tudják -e realizálni érdemben ennek az előnyét? Ezt az egyenlőtlenséget ez bizonyos mértékben az ukránok egyébként megoldották, pontosabban a nyugati szövetségesek megoldották az ukránoknak, hiszen az ő hadipari bázisuk -olva van Lengyelországba, Csehországba, Észtországba a szövetségesek területére. És ez képes teljes mértékben kompenzálni ezt a veszteséget? teljes mértékben nyilván nem képes, hiszen az európai hadipar nem háborús kapacitásra van fölpörgetve a mostani hetek óta tartó dilemmázás, hogy hogyan kéne felgyorsítani az ukránoknak az eszközök eljuttatását, hogyan kellene a logisztikai bázist mondjuk egyszerre három-négyféle harckocsinak megteremteni, az pontosan arról szól, hogy az egyiket Lengyelországban lehetne adott esetben karban tartani, a másikat lehet, hogy csak Franciaországban, és mondjuk ezer kilométereket szállítani egy-egy eszköz nem lehet. Ukrajnában viszont, ha bármilyen hadipari hátteret telepítenek, az ugyanúgy sebezhető marad. De akkor ezt tekintheti stratégiai hibának is Oroszország részéről, hogyha nem támadta volna ezeket az infrastruktúrákat, akkor elképzelhető, hogy a nyugati országok kevésbé lesznek elkötelezettek a fegyverszállítások tekintetében? Nem, nem hiszem, hogy bármilyen racionális katona kihagyta volna azt a lehetőséget, hogy, hogy az ukrán hadipari bázis kiiktassák, hiszen egyrészt, amikor elkezdődtek a műveletek, nem az volt az elképzelés, hogy ez egy hosszú, elhúzódó felőrlő háború lesz, hanem viszonylag gyors illetve mondjuk így, hogy orosz terminológiával Ukrajnának a demilitarizálása, tehát a katonai képességeinek a, a, leépítése vagy megszüntetése az egyébként cél volt, és ennek nyilván a hadipar egy fontos eleme, tehát azt akkor is meg kellett volna szüntetni, vagy le lehetett volna szerelni, hogyha Oroszország sokkal könnyebben győzelmet arat a háborúban. Mindenki azt gondolta, hogy amikor a Leopold 2-es tankokat Németország megadja az ukrán harcoló felek számára, az lavina beindítja majd a további fegyverszállítmányok felajánlását is. Eleinte lehetett is ezzel kapcsolatban látni egy erőteljes fölzudulás, de most arra, mintha ezért az alap hagyott volna, vagy legalábbis ellentmondásosabb az, hogy pontosan milyen fegyverszállítmányok mellé köteleződtek el a különböző nyugat-európai, illetve egyéb államok. Te hogy látod most a fegyverszállítások közül, körüli húzavonát? Hát valóban egy, egy ilyen kis szünetnél tartunk, vagy egy visszaesésben a, a lelkesedésnél, viszont ezzel óvatos lennék, megint csak ez ilyen értelemben spekuláció, de hogyha én lennék a nyugati fél és Ukrajnát szeretném támogatni olyan fegyverekkel, amit valamikor nem előre bejelentett módon és helyen és időben akarok bevetni, Nevezzük nagyon pestélyesen azt, hogy meglepetésszerűen szeretnék támadni. Nyilván Oroszország azért lát ilyen típusú mozgásokat, tehát rejteni mindent nem lehet. De hogy én sem mutatnám meg darabonként, egyesével a harckocsikat, amint elindítjuk, leszállítjuk, ahogy kiképzik őket. Tehát azzal kapcsolatban lehet, hogy van egyfajta, mondjuk úgy, kommunikációs rejtés, hogy pontosan mit fog kapni Ukrajna, mikorra fog az odaérni, hogyan fogják mindezt eljuttatni, és, és hogy képzik ki az embereket. De ezzel együtt az is egy teljesen um, reálisnak tűnő narratíva, hogy ugyan a politikai lendület az nagy volt az első időszakban, hogy ajánljunk föl sok mindent, de ennek a gyakorlati megvalósítása, a technológiai megvalósítása az viszont valóban egy sokkal összetettebb probléma. És akkor az árásként kérek nekünk, hogy hol folynak most a leghevesebb harcok, és ezen belül mi a helyzet konkrétan Bakhmutnál? Hát gyakorlatilag a leghevesebb harcok valóban Bakmut térségében, illetve a Zaporizsia Uhledár környékén zajlottak az elmúlt napokban, gyakorlatilag a hetekben is. Um, Vélhetően miközben nagy átfogó olyan orosz támadást, ami széles frontvonalon át akarna törni, nem látunk, tehát inkább intenzív, de nem, nem áttörő jellegű széles front próbálkozásokat, és ahogy azt a, a szakiratban hogy ilyen taktikai helyzetjavításokat látunk, ezt az ukránok tudják tartani. És ugyan Bakmutnak a bekerítése, vagy körülkerítése azért nagy mértékben zajlik, tehát egy ponton ez fenntarthatatlan lesz, és valószínűleg az ukránoknak fel kell majd adni, de összességében ez nem, nem fogja eldönteni a háborút. Ugye a középtávú orosz terv az lehet az, ami egyébként a háború elején is volt, hogy északról és délről a Donetsk megyét megpróbálják egy ilyen harapófogóba fogni, és ugye amit észak felé látunk, nem feltétlenül a Kupiansznál, vagy egészen északon az orosz határnál, hanem Limán irányába, ott, amit ugye összefoglaltak vissza az ukránok az oroszoktól, tehát Limán irányában lehet egyfajta ilyen harapófogó célfokozatosan kialakítani az oroszok részéről, ha délen pedig mondjuk Zaporizse felől elindulna megint csak ez. Ez lehet egy átfogó terv, de megint csak nem olyan, amit a, a mostani tevékenység az jelentősen alátámasztana. Csiki Varga Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinket, gyere majd máskor is. Köszönöm a meghívást. Minden jót neked, szervusz. Gyakorlatilag a háború kitörésének másnap elintottuk el a háború arcai című sorozatunkat. Kollégáim ezzel a sorozatukkal díjat is nyertek, hígető honorka díjban részesült ugyanis a sorozat maga. Az egyes epizódokban Ukrajnában maradt, adott esetben harcokat vállaló polgárokkal készítettük interjúkat, alapvetően online kapcsolaton keresztül. Egy hónappal ezelőtt kollégám újra felvették a kapcsolatot Olexiel Bachmutból, és vele készítettek egy interjút, és kérdeztük őt arról, hogy pontosan miket tapasztal jelenleg. Mondom még egyszer, egy hónappal ezelőtti állapotot fognak rögzíteni, vagy bemutatni a mostani képsorok. Megrázó képsorok következnek, kérem a nézőinket, hogy ennek vételével döntsenek az adás további követéséről. We moved to, to Uh, zone of Bakhmut, and uh, my squad uh, actually, for a first time, we've been in the real zero line. I had my uh, first real, real experience uh, on a battlefield as a combat medic, and uh, it's all, always um, the territory around Bakhmut. We're already one month here. We have. Uh, Casualties, unfortunately. Well, yeah, the fighting is uh, day by day. Uh, the enemy tried to cycle Bakhmut from the west, uh, from west of the city. It was the first day of our presence here. Uh, uh, for my company, I lost uh, two people that I knew and uh, who've been with us uh, from the first days. They've been in a zero line, so it was, it was at night. Plus, we are the commander organized this kind of special operation to rescue their bodies, because it's important for us to, uh, to, to, to get their bodies from the battlefield. It, it, it would be not correct to say, no, 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 everything is OK. We are going ahead. No, that's not. They concentrated an enormous forces on this direction. So, it's a uh, question of a time that uh, when a uh, city or fortress would be captured. And it's uh, difficult to tell how long. It's the most uh, dramatic battle. I mean, uh, all, all the battles in the city are quite dramatic. I grew up a little bit <coughs> personally. I met a lot of people, which had about more than 20 positions. So, I started to give more value for certain. Stuff, and uh, I uh, more able to to uh, take uh, quick decisions on important questions <laughs> because some of them are between uh, death and life. And one of my friend, that uh, he is a military, also. She told me uh, when we came, when I visited Kiev in transit. She told me, in our life, Alex, there is no tomorrow or uh, today. There is now. So maybe the most important thing that I get used uh, to have that I have this moment now. So I want to use it. Egy háborúnak ritkán vannak hősei, vannak azonban tudósítói, akik bizonyos értelemben hősies munkát vállalnak azzal, hogy részben kockáztatják a biztonságukat részben pedig megküzdenek a propagandával, amely nagyon megpróbálja befolyásolni a tájékozódni próbálóknak a széles tömegeit, arra vonatkozóan, hogy pontosan mi így zajlik a harctereken. Ma négy újságírót hívtunk el ide, itt ülnek a stúdióban, ketten pedig Kievből fognak bejelentkezni. A stúdióban ittül itt ül velem, Földes András, a HVG újságírója, Servus és Vörös Szabolcs, a Válaszonál újságírója, a Online pedig be majd kapcsolni a Telex két munkatársát, Huszti István fotoriportert és Nyilas Gergely újságírót egy későbbi ponton majd. Kezdjük azzal, hogy nagyon egyértelműnek tűnik a kérdés, szerintem érdemes egy kicsit részletesebben is belemenni ebbe, hogy mik azok a körülmények, amelyek alapvetően más attitűdöt követelnek meg tőletek, amikor egy harcszerű cselekményhez próbáltok meg újságíróként közeledni. Alapvetően az ember szerintem mindig újságíró, tehát az alapelvei azok ugyanazok Magyarországon, mint, mint, mint külföldön. Újságíróilag ö, ö, nem szabad, hogy különbség legyen. A, legobjektívebben szeretnénk tájékoztatni. Praktikusan vannak különbségek, hogy, hogy, ezt a munkát biztonságosan végezhessük, és ennek azért a, a, harci körülmények között számtalan nagyon fontos eleme van a védőfelszereléstől kezdve a megfelelő információk beszerzéséig, ami azt jelenti, hogy ha valami baj van, tudjuk, hogy honnan jöttünk, mire, merre felé kell menekülni, legyenek helyi kontaktjaink, akik segítenek, az út során, tehát hogy, hogy ezek a praktikus információk életbevágóan fontosak. Az viszont, ami az újságírói részét is érinti, annak szerintem egyetemesnek kell lenni, a lehető legobjektívebben szeretnénk információt gyűjteni, és ez ilyen körülmények között a terepen, a személyes interjúkon keresztül bontakozhat ki a legjobban. Ez azt jelenti, hogy nem próbálunk kapcsolatot teremteni, vagy én kevésbé próbálok hivatalos személyekkel, hanem mindig katonákkal, civilekkel, az eseményt átélő szemtanúkkal próbálok beszélni. Szabolcs, te ugye kintöltötted most az ortodox karácsonyt is Kijevben, és fotókat is készítettél. Ezek közül néhányat mi is előkészítettünk azért, hogy a nézőknek bemutassuk. Szeretném, hogyha most azt megtennéd, hogy az egyes képekhez elmondod, hogy hol készült és mit ábrázol. Miközben már mutatom a kamerának, és akkor így láthatják a nézőink is. Mi ez a kép? Ez a kép ez a kievi Liszove temetőben készült, ez a fővárosnak az északkeleti részében található, nagyjából a budapesti Rákos keresztúri, temetőnek a funkcióját látja el, tehát egy ilyen új telepítésű, új kialakítású temető, és ebben a 79-es parcellában uh, alakítják most ki folyamatosan nyilván a háború kijevi és a főváros környéki hősi halottainak a nyughelyét. Ezen a képen az látszik jól egyébként, hogy sírkövek is vannak már, ezek azoknak a hősi halottaknak a nyughelyei, akik még a tavaly február 24-ei tavaly február 21-e előtt estek el a harcokban, ugye akkor még csak kelet-ukrajnában zajlott ez, és hát a friss hantok, az ászlók, illetve a, a koszorúk, azok pedig a, az új halottaknak a sírhelyét jelzi elég jól és markánsan. A következő egy elég érzekletes kép, ugye itt egy lebombázott blokkház, vagy hát panelházat, egy panelház együttes láthatunk, aminek az elején ugyanakkor van egy hinta, megmaradt hinta, amiben a jól látom egy lány ül, ezt hol ez Harkivban készült ez a kép, ez Szaltivka nevű lakónegyed. Ez Harkivnak az észak-keleti külvárosa, elővárosa, nézőpont kérdése, az orosz szempontból elővárosa, ugyanis ezt tudták első körben lőni, ezt tudták terrorbombázni, ez volt az ő szemük előtt az első látvány, amit meglátnak Harkivból. Tehát ha valaki jár és, és, az elkerülő úton megy, akkor nagyon, nagyon élesen elválik, szinte nincs is határa a szántóföldek és a, a lakó épületek között, úgyhogy ez elég jó célpont volt az oroszoknak, és hát látjuk, hogy ez mondjuk, ez a kép, ez nyilván egy, egy masszív pusztítást reprezentál, de hát a, az egész környék, ami egyébként egy óriási lakótelep, hát nem nagyon van éppen maradt ház, nyilván nem mindegyik néz így ki, de azért jelentős a pusztítás, nem tudom, hogy újra belakható lesz a következő években. Harcoló katonákat látunk, vagy jól látom, pontosabban egy szállító járműben közlekednek, és ennek a hátuljában készült ez a felvétel. Kiket láthatunk pontosan, és hol készült a felvétel? Ez az egykori Mariupoli központtal működött állami határőrszolgálat munkatársaiból verbuvált katonai egység, ők egy kanadai Rochelle típusú páncélozott harcjárműben éppen Bakmut felé indulnak. A kép az Csaszívjár falu kisváros, ez Bakmuttól délnyugatra fekszik nagyjából 5 kilométerre, tehát ez az utolsó még talán ukrán kézen levő jelentős, jelentős település, ahonnan Bakmut még ellátható, és a katonai utánpotlás megoldható ez a kép, ez bevetés előtt nagyjából fél órával készült ezekről a katonákról. Mielőtt az utolsó képre rátérünk, akarnak mi kérdezni erről a képről, illetve akarnak arról kérdezni benneteket, hogy mennyire jelent nehézséget kifejezetten katonákkal kontaktusba kerül. Ugye András azt mondta, hogy te kifejezetten kerül a hivatalos csatornákat, de hát azt gondolnám, hogy erőteljesen ügyel arra az ukrán hadsereg, az ukrán állam, hogy Szűrje adott esetben korlában tartsa azt, hogy milyen típusú információk kerülnek neki. Pusztán csak adott esetben kifejezetten védelmi szempontból, lehet nem hiszem, hogy be lehet fotózni bármilyen járműbe, és ezzel esetleg információt az orosz félnek, hogy mégis milyen típusú fejlettséggel rendelkeznek ezek a harcászati egységek. Szóval egy ilyen fotó elkészítéséhez kell-e bármilyen engedélyt kérni, utána pedig kérlek, hogy te is meg arról, hogy milyen típusú kapcsolatot lehet kiépíteni, ha nem használod a hivatalos csatornákat. Ezt mindig esete válogatja, nincs aranyszabály, van, amelyik katonai vezető egy picit rigorózusabb, a másik meg picit liberálisabb. Oda mentünk ezekhez a gyakorlatozó katonákhoz, és kiderült, hogy az egyik parancsnokuk az ungvári, egy pár szót beszélt magyarul, úgyhogy ez rögtön megadta az alaphangot, és nyilván az ő, tehát folyamatosan rajtam volt a szemük, de, de nem, nem léptem át azt a határt, ami, ami után még, vagy a, ami miatt probléma lett volna, ez éppenséggel egy elkészíthető fotó volt. Nyilván, hogyha olyasmit csinálok, ami, ami érzékeny, akkor szólnak, azt mindig a lelkemre kötik, hogy a, a az képnek az exif fájában ne legyen benne a geolokáció, hiszen ez ugye internetről letöltött fotók esetében probléma lehet, úgyhogy ezeket ott ki kell kapcsolni, de, de ez egy idő után azért rögzül az emberben. Kreatívnak. Kell lenni és nyitottnak. Nagyon sokat kell beszélgetni. Ez egyébként az egyik módszerem, hogy hogy nagyon sok különböző emberrel beszélgetek egy-egy helyszínen, hiszen az újságírói munkának van egy olyan része, ami megpróbálja verifikálni az információkat, és ennek az egyik módja, hogy az egybevágó információkat tartom hitelesnek, és itt beszélek civilekkel, és adott esetben, hogyha lehet, hazes, ha a helyzet engedi, akkor katonákkal. Ez egyébként nagyon nehézkes, tehát hogy, hogy náluk azért ki van adva az, hogy, hogy ne nagyon adjanak információt de teljesen esetlegesen, mert azért a háború az egy kaotikus szituáció nyilvánvalóan, vagy, vagy, vagy szerencsés esetben lehet velük beszélni. Az egyik ilyen szerencsés eset egyébként az volt, amikor igyekeztem egy magyar katonával kapcsolatba kerülni, kaptam is egy telefonszámot, és napokig cseteltünk magyarul, majd mikor találkoztunk, kiderült, hogy Google Translate-tel fordította az üzeneteket, nem annyira értettem, hogy akkor miért ennyire pozitív, vele jutottam el egyébként olyan területekre, amiket előző nap szabadítottak föl, eljutottunk az orosz határtól 5 kilométerre, ahova még a civileket sem engedték vissza, tényleg egy ilyen, egy ilyen Tarkovsky filmbe illő kiürült apokaliptikus tájon jártunk, nagyon izgalmas volt az egész, nagyon sok mindent mesélt el, és nem értettem az este végéig, hogy, hogy, hogy miért ennyire pozitív, és utána kiderült, hogy nagyon sok civil adományt kap Magyarországról, és tulajdonképpen egy újságírónak, egy magyar újságírónak szerette volna viszonozni a szívességet, és így tőle például nagyon sok mindent megtudtam, egy ilyen nem teljesen hivatalos elkötelezettség alapján, tehát ő bevitt az orosz, felszab, az oroszoktól visszaszerzett bunkerekbe, megmutatta, hogy ezt hogyan alakították ki, hogyan ö, foglalták el, megmutatta a kilőtt, frissen visszaszerzett ilyen ö, rakétakilövő ö, járműveket, tehát, hogy nagyon izgalmas ö, szituációkba vitt bele, úgyhogy ehhez igazából nem volt semmi fajta írásos ö, dokumentum. Amikor viszont Limánba voltunk, ami egy nagyon fontos ö, városa volt szintén a, 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 az ukrán haderő elő, előrenyomulásának, ott egy ö, hivatalos közeg kísért engem, és lehetett érezni, hogy mindaz, amit elmond egy nagyon erősen megszűrt és nagyon ö, sok helyről jóvá hagyott információ, nyilvánvalóan az ilyeneket azt, azt így. Hamarosan kapcsoljuk Kievben a telexes kollégákat, de először még szeretném, hogyha az utolsó képről is ejtenék néhány szót. Szabolcs, mit látunk ezen a képen? Ezen a képen egy felrobbantott ortodox kolostort, ez Donetsk és Harkiv megye határán egy Dolina nevű faluban található. Éppen már hazafelé tartottunk Kiev felé, amikor megláttuk ennek a sziluettjeit, hát azonnal lefékeztünk és hát utólag csaptam a homlokomra, hogy, hogy itt azonnal rá kell lépni a burkolt útra, mert, mert nincs kitéve, hogy az akna mentesített például ez a, ez uh -huh. a terület. Elszorva voltak orosz katonai egyenruhadarabok, lőszeres ládák, szóval látható, hogy, hogy ezt a féle bázisnak használták Harkiv és környékének megszállása alatt az oroszok, és hát úgy tűnik ez volt a búcsú ajándék, hogy maguk után robbantották ezt a templomot. Hamarosan folytatjuk Szabolcsai és Andrással, de most akkor kapcsoljunk ki Kievbe, a Lejviekben, Huszti István és Nyilas Gergely már itt vannak velünk a vonalban. Szervusztok, köszöntelek benneteket az adásban. Szervusztok, jó estét. Szervusztok, jó estét, Sziasztok. Kérlek, röviden mondjátok el, hogy hol vagytok most pontosan, és hogy mióta vagytok kint, mik a terveitek most a kintartózkodásatok alatt? Uh, most egyelőre kívánunk. Az első év, hallom magam között. Teljesen jó, nyugodtan folytasd, mi is hallunk. Nem tudom, mert saját magam közben Az apu az hogy most egy lesz volna teljes kérdésben az orosz hadsereg Ukrajna egész területére támadott, és igyekszünk ennek az évfordulónak az apropóján megmutatni azt, hogy most, akik az egy évet végigélték, az ország különböző helyzetben lévő városaiban, hogyan, milyen kilátásokkal tekintenek a, a, következő hetekre, hónapokra. Most éppen Kievben vagyunk, és a terveink szerint megyünk keletre, Harkivba, Izjumba, Kupjanskba talán, és aztán délre, ahol lehet Bakmut felé, és, és, és aztán vissza Mikolájvon keresztül Odesszán át Moldovába. Ugye ezek mind olyan területek, amelyeket azért jelentősen érintett különböző módon, de érintett a háború. Mondd István, nyugodtan. Ja, nem, csak... <gül> <gül> Ugye folyamatosan... <laughs> a... amit a Gergő, hogy ezt így együtt csináljuk. Engem az érdekel, hogy ezt képileg hogyan tudom ábrázolni, eltelt egy év, milyen változások történtek, hogyan tér vissza, hogyan normalizálódik az élet azokon a helyeken is, amiket visszafoglaltak, vagy pedig az olaszok ott hagytak, ugye az ukrán emberekkel együtt, akik nem tudtak onnan elmenni, és mai napig ott élnek. Körülbelül ennyi a terv, az mindig változhat, úgyhogy ez, amit a Gergő elmondott, nagyjából ez lesz, de meglátjuk, hogy mit sikerül. Igen, azért a aktuális font helyzet fölülírhatja a terveket. Most, most reményeink szerint azért Bakmutot valamennyire meg lehet, meg lehet közelíteni, és, és esetleg alkalmunk lesz közelebbről beszélni katonákkal is. Ami mondom, egy mindig egy ilyen gontalan dolog, mert, a, mert az aktuális helyzettől függ. Most sokan tartanak attól, hogy február 24-i kapcsán Oroszország nagyobb lendülettel támadhat, ha nem is szárazföldön, de újabb rakétatámadást intézhet az ország több városa ellen, akár távolabb is a fronttól. Ugye folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy Oroszország elsősorban most az ukrán gazdasági infrastruktúra lerombolására törekszik, részben azért, hogy megroppantsa ezt a gazdaságot, de még inkább talán azért, hogy az ukrán társadalom morálját ássa alá. Ti ennek a nyomai tapasztaltok a Kievben, és ha igen, akkor milyen formában? Uh... Honnan sétáltunk egyet, megnézni azok a helyeket, ahol így jártak, hogy azokat a frekventáltabb utcákat, tereket, ahol ö, találkozhatunk emberekkel. Sokkal kevesebb ember sétálgat, úgyne, mert nem el vissza a normális élet kiebbe, de, de hogy vannak emberek az utcán. Este a hóeset, ma gyönyörű napsütés volt, élvezték a napsütést. Mondom, az fontos, hogy azért jóval kevesebb ember van az utcán és akikkel beszéltünk, én a hidegre való tekintete vásároltam magamnak egy pulóver, és ott beszéltünk. Szintén ezt mondják, hogy föl vannak arra készülve, hogy ebben a két napban valami történni fog. Arra számítanak, hogy az oroszok valamilyen támadást intéznek ellenük. Ebből most eltelt egy nap, tehát 23 -a ez az orosz katonai ünnep, maga a hadseregnek az ünnepe alatt nem történt itt Kievben. Egyetlen egyszer szólalt hétvégi riadó szirénája az délelőtt volt, de nem tapasztaltunk semmilyen atrocitást, ez egész rossz szó, de a holnap még itt van, és az emberek ezt így kíváncsian, sőt, aggódva néz. De ez emögé, az aggodalom mögé mindig a végén oda tesznek egy, egy, optimista mondatot, hogy, hogy biztosan győznek. Az egy év arra, arra szolgáltatott bizonyítékot, hogy Ukrajna, részben persze külső segítséggel is, de messze felül felülmúlva minden várakozást, katonailag sokkal nagyobb ellenállást volt képes tanúsítani az orosz invázió ellen, mint az bárki gondolta volna. Ugye azért ne felejtsük el, hogy ez egy villámháborús terv volt Oroszország részéről, biztos elhangzott a korábbi ö, ö, beszélgetésekben is a műsor során, hogy ez egy három-négy napos. Akcióra tervezett támadás volt Ukrajna ellen, bízva abban, hogy egyrészt az orosz anyanyelvű lakosság tártkarokkal fogadja az orosz hadsereget, például Harkivban, ugye ez Ukrajna második legnagyobb városa keleten, 1,4 milliós város, és ez nem történt meg, és az orosz hadsereg képtelen volt az akaratát érvényesíteni. És ugye az derült ki, van ez a bónor arról, hogy Oroszországról a támadás előtt azt gondoltuk, hogy a világ második legerősebb hadserege az övé, és most ott tartunk, hogy Ukrajnában az övé a második legerősebb hadsereg. Hogy nézek ki az ukrán hétköznapok Kievben? Tehát mennyire lehet rálátásatok arra, hogy hogyan élik az emberek az életüket? Gondolok itt arra, hogy milyen ellátási problémák vannak. Most ugye interneten keresztül tudunk kapcsolódni, tehát van áram, van internet. Felteszem, hogy a vezetékes ivóvíz is alapvetően eljut minden háztartásba, de akár az élelmiszer ellátás tekintetében, akár mondjuk az iskolák üzemeltetése kapcsán, a kórházak fogadnak-e nem háborús sebesülteket, és így tovább. Tehát ezekre vonatkozóan milyen tapasztalataitok, benyomásaitok vannak? Ez az egyik legmeglepőbb dolog, de már a háború érzékenyebb időszakában is igaz volt ez, hogy hogy mennyire működőképes az ország infrastruktúrája legyen szó a közlekedésről, vasúti közlekedésről például, vagy akár a sokat bombázott, de mégis működő energiaellátásról. És, és most éppen voltunk egy. Itt, itt működnek az éttermek, működnek a boltok, nincsen, nincsen hiány élelmiszerből, és, és eközben valóban azért nagyon sokan, ha kevesebben is vannak, mint, mint, békeidőben, de jóval többen vannak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, már február 25-26-27-én az utcán, amikor ugye gyakorlatilag nem lehetett átjutni sem a Nyeper túloldalára. Tehát az élet működik, és az infrastruktúra működik, és ez igaz, igaz a vidéki városokra is. Most beszéltünk több olyanokkal, többekkel, akik mesélték, hogy föntartják a vállalkozásukat, fodrászat, autószerelő, azzal együtt, hogyha katona jön be, akkor, akkor ingyen szolgálják ki. Csökkent a forgalom, de működik. Tehát valamilyen szinten, tehát ha most valaki ide lepottyanna a Kiev közepére, és egy kő alatt élt mindeddig, nem mondaná meg, hogy háború van Ukrajnában. Ez most, ha konkrétan Kiev közepén potyan ezt azért fontos hangsúlyozni, de, de valóban én szerintem rendkívüli élet, képességről tesz tanúbizonyságot e, a, a város is, és az ország nagy része is nincsen üzemanyagellátási probléma. Sőt, hozzáteszem, nem is volt e, már nagyon régóta e, korlátozás sem, akkor, amikor Magyarországon az Ársapka miatt még volt benzinhozzáférési korlátozás, ugyanez e, Ukrajnában nem, és, és szabadon, könnyen, korlátozás nélkül hozzáférhető is volt az üzemanyag, ezt mi magunk tapasztaltuk, ahogy utaztunk messze sok ezer kilométert keletre, aztán délre, mindenütt volt üzemanyag. Mm. E, és, 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 ez most, most még inkább igaz, hogy a civil élet az, az nem akar azt mondani kivirágzott, de, de meglepően élénk. Hát az itt lévők, igen, de hát azért azt tart, tehát, hogy mit annyian, mint a normális világban, tehát hogy azért a nagy, az emberek nagy része elmenekül. Ez együtt igen igaz az, hogy... Sokan jönnek hazafelé, de, de hogy most valakivel beszélgettünk albérlet keresve, ő azt mondta, hogy sokkal könnyebb albérlet találni, hogy mint, egy időben. Tehát, hogy egy város, tehát mindegyik város, ahol voltunk, képes volt föntartani harkívba csak 400 ember, ott egy millió ember menekült el, de akkor is megmaradtak azok a szolgáltatások, amikkel az ott lévő embereket a város védik, és tisztán tartják, elképesztő, hogy takarítják az utakat. Tehát olyan rend, eszméletlen tisztaságban, például itt Kér belvárosában. És ez vidéken és, is igaz. És ez vidéken igaz, is igaz. Igen, igen, akik ott vannak, azok így működtetik a várost. És aki működtetik a várost, azokat el kell látni. Hm. És próbálják a területeket is, az utakat azonnal helyrehozni, amire jártunk a szétlőtt utakat. elkerülő utakkal tudtuk csak két nap múlva már megközelíteni bizonyos helyeket, mert elkezdték, elkezdték betömni a lukakat, hogy, a, hogy a, el tudják jutatni az élelmiszer szállítmányokat, a, tehát hogy vissza tudják kapcsolni az ország vérkeringését, akkor nevezik inkább így. És nem csak a létfontosságú infrastruktúráról van szó, most például, ahogy volt időnk ö, sétálni a városban, van egy, egy kilátó, egy gyaloghíd, amiről volt is felvétel még tavaly, amikor azt egy térfigyelőkamera lehetett látni, ott állt egy ember, szerencsésen megúszta ugyan, de egy ö, ö, lövedék csapódott oda be talán egy aknavetőből, nem tudom, pontosan nem semmisítette meg egészen, de azért súlyos károkat szenvedett. Ezt helyreállították azóta, pedig ez csak egy lényegében turisztikai látványosság, nem létfontosságú infrastruktúrális eleme a városnak, és ez is helyre lett, helyre lett állítva Kievben. Tehát az, amit István mond, azt akarom ezzel támasztani, hogy nagyon igyekeznek a, a civil élet minden elemét fönntartani, és ez, ez meglepő, meglepő hatékonysággal működik. De amikor beszélgetünk ilyenkor, akkor persze hozzáteszik, hogy na de nagyon fontos a nyugati fegyver segítség, és a humanitárius segítség mindahhoz, hogy a védelmi képességeinket fenntartsuk, és hogy a hátországunkat minden nagyobb területen ilyen működőképes helyzetben tarthassuk. Egy gyors záró kérdés, még meddig maradtok kint Ukrajnában, és mikor állítjuk az első anyagokat tőletek a Telexen? Ez, ez, mindig kevésbé határozható, meg a tervek szerint egy kettő-három Három hét hát, három inkább. Adatjuk, hogy milyen, milyen ritmussal tudunk menni. Most érezzük, hogy egy kicsit zártabbá vált a rendszer, ugye ettől, a, ettől az aggodalomtól, hogy 23-a, 24-én történhet bármi dolog. Sokkal nehezebben tudunk most kommunikálni bizonyos dolgokról. Abban bízunk, hogy ez, ez mondjuk 25-től, vagy hogyha nem történik nagyobb, ö, tehát hogy a, a, az oroszok lépnek ö, valamilyen erőt titoktatás véget valamivel, akkor könnyebben tudunk majd kommunikálni azokkal a azokkal az emberekkel, akiknek a, a, révén bejuthatunk olyan területekre, amit szeretnénk megnézni vagy megmutatni. Két-három hét kb. Nagyon nagy ország, sokat kell utaznunk. Tehát, hogy Harkív például 1700 km kievezett. És holnap, holnap megjelenik az első, de az még, az még, az még inkább egy, 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 körkép arról, hogy, hogy, hogyan élték meg az elmúlt évet az, az itt élők, és hát aztán utána reméljük, hogy, naponta, két naponta sikerül érdemi beszámolókat hoznunk az ország legkülönbözőbb pontjairól. Nyilas Gergely, Huszti István, nagyon szépen köszönöm, az adásba. Jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra, várunk titeket haza, sziasztok! Köszönjük, köszönjük szépen, sziasztok! És akkor folytatjuk a stúdióban Vörös Szabolcsal és Földes Andrással. Ugye az nyilvánvaló, hogy a teljes euróatlanti újságíró társadalom az így ráugrott Ukrajnára is megpróbál tudósítani a különböző harcászati cselekményekről, és igen a magyar újságírótársónak sokkal kis kevesebb tőkéje, technológia és így továbbá rendelkezése ahhoz, hogy tudja a tudósításban követni a színvonalat. Mik lehetnek azok a szempontok, amiket érdemes priorizálni, vagy amiket ti priorizáltatok szemben a nyugati kollégákkal, amit magyar szempontból lehet jobban földolgozni, mint mondjuk egy német, francia vagy bármilyen más újságírónak, aki megérkezik, nem tudom, Kievbe, vagy Harkivbe vagy bárhol máshol Ukrajna területére, Szabolcs. Én most januárban, amikor a Dombaszban voltam, én nem tapasztaltam azt, hogy ez, ez élesen szétválna a magyar és külföldiek között. Senki nem volt ott, hogy mondjam, tehát ha volt ott egy tév, tévés csapat, akkor, akkor nem, nem gondoltuk azt, hogy ők priorizált helyzetben lennének, csak azért, mert nem tudom, egy nagy nyugati társaságnak az alkalmazottai. Ott, abban a helyzetben, mindenki fel kell, hogy találja magát, és ez ez részben csak pénz és erőforrás kérdése. Tehát, hogy ha, ha már ott vagy, akkor, akkor csinálni kell, amit, amit lehet, és nyilván ott dől el az, hogy, hogy, hogy ki meddig mehet el, hogy meddig tudunk lemaradni. Ugye itt talán érdemes behozni a fixernek a fogalmát, ez egy helyi ember, aki az újságírót segíti ebben a véges időben, amit, amit ott lentölt a fronton, hogy ne kelljen ott a nulláról felépíteni a, a kapcsolatait, ne kelljen a nulláról a, a, katonai kontaktokat megszerezni, hiszen ez hetek, hónapok is, hónapok kérdése is lehet, ha, ha ezt ott a nulláról kezded el. Tehát ez felgyorsítja a munkát, és hát ez egy elég költséges dolog, tehát nyilván egy nagy világlap mondjuk meg tudja azt tenni, hogy hónapokra, de akár évekre is leszerződtet egy fixert. Én ezt, én ezt mondjuk pár napra tudtam finanszírozni, de hát ezzel együtt nem panaszkodom. A tudósítás vagy a riportírás során én igyekeztem azt megírni, ami a szemem előtt van, és, és nem arra vágyni, hogy mit lehetett volna még, hanem egyébként jó sok mindent láttam, és azt próbáltam egy nagy riportban viszonylag rendszerezetten az olvasók elé tárni. Remélem sikerült. Én megpróbálom ezeken az utakon a, a hátrányt, amit én azért látok, előnyé formálni, amennyire lehet. A hátrány itt például az, hogyha több pénze van egy egy lapnak, egy médiavállalatnak, akkor hosszabb ideig tudja kínálomásoztatni az újságírókat, tehát több lehetősége van, hogy amikor feltárul egy, egy lehetőség, egy ablak, akkor oda siessen az újságíró, és elsőként ö, tudósítson. Ugye mi kimegyünk, ahogy itt hallottuk, két-három hétre maximum, de hát ö, átlagban én azért inkább egy ilyen tíznapos ö, utakat bonyolítok, és ez alatt kell megtalálnom a lehetőségeket. Hogyan lehet ezt, ö, ezt a hátrányt ö, az előnyünkre formálni? Ö, úgy, hogy nekem nincs pénzem arra, hogy ö, nagy autókat béreljek, hogy egy nagy stábbal utazzam, viszont emiatt sokkal közelebb vagyok Aha. a helyi emberekhez. És ez nagyon sokszor ö, bebizonyosodott, hogy ez plusz információkhoz juttathat Ez nyilvánvalóan nagyon sok kényelmetlenséggel jár a, az út során, ö, de például az, hogy éjszaka kim vagyunk a városban, ö, nekünk már nem volt pénzünk szállodára, mert az több száz dollár, ö, elfogytak viszont a, a Magánszállások, és egy, egy utcán kószáló férfi mondja, hogy hát a lánya lakásába bemehetünk, és akkor ott, akik elmenekültek Lengyelországba, és akkor ott ö, meghúzhatjuk magunkat arra az éjszakára, majd elkezdünk ezzel az emberrel beszélgetni, és feltárul az ő élete és az ő meglátása és az ő megélése a háborúról. Ez olyan, ami ami valószínűleg egy jól eleresztett újságíró számára nem elérhető. És nagyon sok olyan ö, lehetőség meg, meg, ö, meg ö, pozíció van, ami azért ö, válik elérhetővé például számomra, mert annyira a föld közelbe vagyok kéntelem ké, dolgozni, hogy ezek az élmények azok sokkal sokkal ö, közelebb vannak hozzám. Tehát, hogy, hogy ez egy két élő dolog, de persze, hogyha bárki egy nagyobb mennyiségű tudósításra fogható pénzt dobna felém, nyilván nem ugranék el előle, de, 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 azért, amit említettem, a kreativitás az nagyon sokat segít az újságíró munkában. És akkor egy gyors záró van még időnk. Ugye ki voltatok közvetlenül a háború kitörésekor, András te aztán ősszel, Szabolcs, hogy már mondtad most januárban, tehát van valami képetek arra vonatkozóan összehasonlításképpen, hogy hogyan alakulhatott az ukrán társadalom hangulata, ugye, amit kérdeztem az ukránban tartózkodó terekszes kollégáktól is. Erre vonatkozóan mi volt a legélesebben nyomásotok, András? Ami elhangzott a normalitáshoz való ragaszkodás. Tehát ott voltam, ö, amikor ez az őrület megkezdődött Kievben, és láttam, hogy összeomlott a szemünk előtt a város, tehát az infrastruktúra leállt, meg, megálltak a metrók, bezártak a boltok, mi úgy érkeztünk még meg a támadás napján, hogy nyitva voltak a boltok, a másnap már, már ö, ö, szinte nem jutottunk ö, élelemhez, a Harmadik, negyedik nap a város egyik végéből a másikba nem tudtunk eljutni. Minden. Tehát, hogy tényleg egy egy apokaliptikus ö, szituációt láttunk, és a háború nem lett ö, könnyebb, a szituáció nem lett ö, ö, lazább, de az emberek valahogy megtalálták a módját, hogy hogy, hogy éljenek, hogy eljussanak a termékek a boltba, hogy, ez, hogy a gyerekek iskolába járjanak, hogy így-úgy, de folytassák az életüket. Nekem ez egy, egy, egy nagyon izgalmas ö, tapasztalat volt. Ez nem tudom, hogy ukrán vagy egy, egy általános ilyen emberi ö, attitűd, de például, amikor Limánban voltam, és konkrétan ott láttam, hogy az emberek jönnek elő a... Az óvó helyekről, tehát hogy annyira korán voltam, akkor ott azt láttam, hogy hogy megindul az az élet az a normalitásnak, a, a buborékjainak a kialakítása, ami egészen ö, ilyen, ilyen, ilyen szélsőségesen, optimista hangulatba tudja ö, ö, belerángatni a tudósítót is. Szabolcs! Ezt megerősítve és azt hozzátéve, hogy én, én nem tudok elégszer rácsodálkozni a, az ukrán társadalomnak a, az ellenálló képességén, a túlélési ösztönein, az, az, ehhez mindig szükséges kreativitáson, és tényleg ezen a, a, a kitartáson, ami most őket holnap már egy éve ö, átsegítik ezeken a, ezeken a nehézségeken. Uh, nagyon érdekes volt, mikor Bakmutnak a kellős közepén voltam, január közepén, hogy volt egy ilyen melegedő, egy ilyen humanitárius pont, ahol zúgtak körülöttünk a, 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 az ágyú lövedékek, meg süvítettek a kolyók, és, és mi ott bent az emberekkel tejázgattunk, és kávézgattunk, és beszélgettünk arról, hogy egyébként uh, talán most már el fog jönni egy jobb, jobb. Most pedig folytatjuk az adást. Nemrégiben az Oroszországban tartózkodó Moszkvában élő Boris Kagarlitsky orosz sociológus készítettünk egy interjút arra vonatkozóan, mégis mi zajlik most jelenleg Moszkvában. Ő következik egy bejátszás keretében, utána pedig folytatjuk innen a stúdióból. In Western media, as well as in Ukrainian media, There is a lot of debate about the positions which are taken by the Hungarian government towards the uh, Ukrainian conflict. Because uh, it is very clear that uh, Orban's government is uh, following its own very specific logic. However, I think that uh, it is uh, also very interesting in the Russian media that Hungary is never presented. As a major factor in the Ukrainian crisis, and Orban is not usually presented as a major player. So, in that sense, uh, you can read much more on Hungary if you read Ukrainian media or Western media than in Russian media. At the same time, uh, there is this very same uh, revisionistic or um, revanchistic approach which you find in the Russian media. Which is attributed to the neighboring countries which are uh, existing in Eastern Europe. So, in that sense, uh, you can read a lot of texts in Russian media about how Ukraine should and will be uh, divided between other countries, like Poland is going to take over Lviv, uh, Lithuania probably is going to take over Belarus, but we have to defend. Belarusians from the Lithuanian aggression, potentially, uh, while at the same time, Polish potential takeover of Ukrainian territory is a good idea. Uh, well, okay, uh, then uh, Hungarians have to take over uh, the uh, Karpat region, and also oh, probably Romanians are also encouraged uh, to take over some part of Ukraine. And if everybody takes a little piece of Ukraine, uh, uh, that will be a nice solution for the crisis. That's how Russian uh, media, pro-Kremlin media of course, uh, presents uh, the situation. Of course it's uh, mm, proper uh, of course it's totally disconnected from the reality, but that's the kind of vision they are often presenting. And in this context, Orban is presented as a good guy who is going to take back part of the Hungarian territory which was, uh, somehow uh, taken away by Stalin and um, which should be returned back to Hungary. I think from the very beginning, the approach of the Kremlin propaganda was that uh, you shouldn't bother, you shouldn't care. Uh, it's not about you, it's not about us, it's about military professionals, and something is happening. Uh, there uh, in Ukraine, and it has nothing to do with what's happening inside Russia itself. And I think it very much worked so that much of the Russian society, I think the majority of the Russian society, just didn't care about the war till the very moment, I stress, when uh, the war kind of came closer, when uh, in September uh, their mobilization started. So. In that sense, the great majority of Russians, till very recently, uh, ignored the very fact of the war. As long as the war is somewhere abroad, it's not about us. The situation changed somewhat after the so-called uh, limited uh, mobilization or partial mobilization. Then quite a few people started getting getting worried about uh, their families, about uh, their sons and husbands being mobilized. However, quite a few agreed with mobilization, also expecting that while um, taken into the army, they were going to be paid. And that's also very important that much of the Russian army is composed of people coming from the most depressed and impoverished areas of the country. And in that sense, we See that for these areas, uh, drafting people into the army is uh, economically good news, so that there will be money coming into the households. Uh, so, quite a few people erected in a very specific way. They said they were going to serve in the army to bring money to their families, and uh, if they were going to be killed, they said they were going to be quite happy to give their lives, not. For the motherland, but for their families, because for the soldiers killed, uh, families were expecting uh, real benefits. So it was very much like sacrificing their lives for the sake of their families, and that was it. And uh, at this uh, moment, I think, uh, though quite a few people started getting worried about the uh, war coming close to their homes. Then, uh, since October, November, when uh, the mobilization effort kind of slowed down, uh, people started getting more calm. And uh, now it seems that uh, the trend is uh, uh, somewhat contradictory. On the one hand, we don't see um, mass resistance to the war. On the other hand, uh, even those groups of society which tended to support the war are now hesitating. Uh, they are very suspicious about the perspectives of the war. they don't feel that things are going in the right direction. so almost everybody agrees that things are going in the wrong direction. and there is a tremendous majority of russians who want peace and who want peace as soon as possible. Uh, but nobody knows how to achieve this peace. and of course, there can be serious differences. At the same time, the number of people who are uh, consciously and systematically opposing the war is increasing, and uh, this is uh, an important trend. But what is very important is that uh, Russia is an authoritarian state. So, in that sense, the public opinion is not that important, it's not uh, central for the development. Uh, much more important is the direction of the bureaucracy and including uh, some of the military, some of the people in the uh, secret services, some of the people who are kind of serving the police state, and so on and so on, also administrative operators. Uh, these people seem to be now much more worried and much more negative about the war than the majority of Russians. So, in that sense, ironically, it's not that much about the public opinion, but it is very much about the bureaucratic opinion. and the bureaucratic opinion is moving steadily towards negative attitude towards the war. the irony of the situation is that so far no one in the russian government managed to formulate clear goals and objectives for the war. and the answer to this paradox is that i think that the real goals and objectives had very little to do with Ukraine. Actually, the war is not and was never about Ukraine. The war is about Russia itself, and the war was originally launched as a method uh, to um, organize, regulate, and prepare uh, for the transit, for the uh, transit from the Putin uh, government to the post Putin government, which would be uh, as it was expected, dominated by the very same people, including Putin himself. But yes, definitely, in one way or another, they needed to reshape the political system, uh, facing quite a few problems which were accumulating for years and years and years, including the problem of uh, political transition. You don't have a mechanism, you don't have a mechanism of succession in this uh, political system. You don't have the mechanism uh, which allows uh, the political system to uh, function smoothly when you have to change the personnel, when you only have to change individuals at, at the very top, and so on. And also, don't forget one very important thing that the level of discontent in the country, especially in uh, 2020, 2021, was enormous. Uh, so, in that sense, uh, um, one way to kind of consolidate the society, which uh, seems to be falling apart, is to launch a short and victorious war uh, with your neighbor. and uh, as you know, the war was expected to continue for like three, maybe ten days. and then, uh, well, then, of course, there will be plenty of problem in ukraine. but for russia itself, it would be. Real explosion of patriotism and enthusiasm, like after the annexation of Crimea, so that uh, the regime would be consolidated and you will move forward towards the next stage of reshaping the political regime. In one way or another, probably they didn't know yet which particular strategy of reshaping to choose, but they were definitely clear that something was going to happen after the success, after the victory. So, the victory was just a step towards some domestic changes or some domestic uh, decisions which were expected to be taken after uh, the success in the positive atmosphere of total enthusiasm. It didn't happen this way, uh, and at this point, we don't have uh, the expected enthusiasm, we don't have the consolidation. On the contrary, society is disconsolidated. Society is deeply divided. Uh, their level of discontent is uh, actually higher than it used to be before. Uh, also, some people who supported the war are now very happy with the way the war is, uh, is, uh, is happening. And uh, that really needs uh, some solutions. But there are no solutions on the table. Actually, I think there are no solutions at all. Uh, the regime is facing a very, serious, a very serious crisis. We don't know what will be the outcome of this crisis, but definitely the regime doesn't have solutions to the problems it created and accumulated itself. So, in that sense, uh, Ukraine is not the major problem. The problem is Russia. And the major problem is that no solution, whatever. Uh, which can be achieved either uh, on the battlefield or on the um, negotiation table, is going to be satisfactory for uh, the russian society and for the russian state. and that also means that russian uh, state, with the current regime uh, continuing its rule, is not able to end the war no matter how and no matter with which result, except, of course, for the a uh, result uh, which is not available and not possible like conquering the whole of Ukraine and uh, um, probably integrating it into Russia but even this result probably will not be satisfactory because some of the uh, Kremlin propaganda already promised that Russia is going to take over the whole Europe definitely putin is not alone uh, in uh, and Definitely, Putin was not alone in launching the war. It would not be possible for one person to launch a war. And uh, definitely, Putin was not the only person who uh, made decisions. And the problem is that at this stage, uh, Putin is the person who is probably not capable of making the decisions necessary uh, to achieve any kind of results. So, Putin is a hostage. Of uh, decisions made by himself and his entourage uh, during the previous year. And uh, in that sense, Putin is really becoming the central figure because uh, unless uh, we get rid of Putin, there is no way we can uh, move anywhere away from the current situation. And of course, Putin is not going to move away, to, he's not going to disappear. And he is becoming a major problem not only for the society, not only for the opposition, he is becoming a major problem for the political elite itself. Because the political elite simply cannot uh, make any decisions which uh, lead towards uh, uh, new uh, situations, new opportunities, unless you get rid of this figure, which is uh, not possible. Because uh, any kind of solution. Is the destruction of Putin's image, is the destruction of his reputation inside the country, and it's the destruction of his uh, uh, political prestige. So that's why Putin is not able to make decisions, and uh, everybody else needs the decisions to be made, but the decisions are not made, and uh, that's why Putin is becoming the central figure now. And he is becoming the major obstacle for any kind of solution, any kind of uh, moving forward. it is very interesting that both russia and ukraine are treating uh, the territorial issue as if we are still living in the uh, 18th century, probably not even the 19th century. so nobody cares about what do people think in crimea. nobody cares about what do people think in donetsk or lugansk. i don't want to say that these people are necessarily pro-russian of course, there are people who are pro-russian, there are people who are pro-ukrainian, there are people who have uh, some other views, and probably there are people who hate both sides equally. so the question is that nobody even speaks about the need to ask these people who are living in these territories, what do they really think? what is their view of the uh, uh, potential outcome of the potential solution and so on? Uh, in, and that is the, uh, the biggest problem because no matter who uh, wins uh, militarily, I think uh, both sides are totally unwilling and uninterested uh, to learn about the real opinion and the real interests of those people on the ground involved. And in that sense, the outcome will be uh, very negative for the population uh, in uh, the territories of East Ukraine and Crimea, no matter who wins, unless, unless, Ukrainian state really uh, reforms itself very radically, and Russian state also does the same. So unless we face uh, some kind of dramatic reshaping of both states in structural terms, in political terms, in economic terms, Az előzőben Boris Kagallicskit hallhattátok Moszkvából, hogy ha érdekesen találtátok az orosz szociológus által elmondottakat, akkor ajánljuk, hogy kövessétek a Rapkor nevű YouTube csatornáját. Közelítőleg elég jó, relatíve elég jó az automatikus angol fordítás, amit rá lehet tenni az orosz szövegre, úgyhogy érdemes ezen a információs csatornán keresztül is követni az eseményeket. Most pedig folytatjuk innen a stúdióból, ugyanis a szankciókról fogunk majd beszélgetni, de abban a keretezésben, amit a magyar kormány szeretne látni, ugyanis nem kérdés, hogy a szankciókat alapvetően azért vezeti Oroszországgal szemben, hogy ezzel is gyengítsék a gazdaságát, és abban érdekeltét tegyek, hogy minél hamarabb befejezze a hadviselést. Hogy pontosan milyen szankciókat léptetek életbe, ezeknek milyen hatása voltak az orosz gazdaságra, és milyen kimenetei lehetnek, nos erről fog beszélgetni meghívott vendégeimmel. Itt van velem Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Tudományos főmunkatársa, szervusz! Jó estét, szervusz! És Jandó Zoltán, a G7 újságírója, szervusz. szervusz! jó estét! Elsőként, András, hozzád fordulok. Mik az oroszországi főbb szankciók, főbb csoportjai? Hát az első hat csomagban jöttek ezek. Volt egy nagyon komoly, mondjuk standardnak mondható pénzügyi szankciós csomag. Ez ugye a dollár rendszerből való bizonyos bankoknak a kizárását jelentette, illetve Európában a swift való kizárást jelentette. Nem mindenkit, de nagyon nagy egységeket kizártak tavasszal. Voltak technológiai szankciók, amelyeket ugye folyamatosan újra játszunk, tehát újra gondoljuk, bővítjük ezeket a listákat, hogy mit nem lehet szállítani ezek embargós döntések, technológiákat. Volt ugye logisztikai szankció, a bizonyos forgalmat korlátoztunk, nem engedtük a teherforgalmat Európában különböző helyeken, és ugye a legtöbb új igénylő olajszankciók, ami már azt nem azt jelenti, hogy mit nem adunk az oroszoknak, hanem hogy mit nem veszünk tőlük. Ugye ezt eredetileg júniusban akartuk bevezetni, de hát végül december illetve február lett belőle. Én azt gondolnám, hogy körülbelül ezek azok, és igazából ez nagyjából, most leszámítva persze az egyes személyek ellen hozott szankciókat, a bővíthető a lista, nagyjából ez a lehetőségek határa, amit le, le tudunk tenni. Igazi nagy makrogazdasági szankciót már nem nagyon tudunk hozni. Ugye talán a legrelevánsabb szankciók azok az energiaexportot illetően kerültek bevezetés. Ugye ezt Viszonylag vagy relatíve lassan lépte meg a nemzetközi közösség, de hát ezért lehet tűnni, hogy 2019-ben a gáz és olajipar az orosz GDP ötödét tette ki, és az exportjuknak a döntő részét is ez adja. Zoltán, hogy áll most ez a folyamat? Mennyire sikerült az energiaterén sorokba szorítani Oroszországot? Hát igazából szerintem az energetikai szankcióknak így visszanézve most már nem nagyon van hatása. Tehát amit ugye pontosabban az ár részének nincs hatása, a mennyiségének nyilván van hatása. Ugye ketté kell szedni a dolgot, hogy a gázra alapvetően nincsen szankció, bevezettek egy ilyen ársapkát, de annak túl nagy relevanciája nincs, ahol meghúzták a felső határt, a fölött viszonylag keveset volt a gáznak az ára, most annak a harm harmadánál, negyedénél vagyunk, tehát ugye annak most egy nagy jelentősége nincs. Az olajnál ugye, illetve az olajtermékeknél a mennyiség, annak, hogy a mennyiséget hogyan, mennyi, ugye ma Európa nem vásárolhat csak vezetéken keresztül olajat, ugye az is, csak a, az is csak egy része, és ennek megfelelően jóval kevesebb mennyiséget tud értékesíteni Oroszország. Ugyanakkor olajban valószínűleg a, kiválthatósága ennek nagyobb, mint gázban. Tehát ha gázban húzná meg ugyanezt Európa, akkor, akkor az sokkal nehezebb lenne elszállítani. Más, más kérdés, hogy az oroszok meghúzták maguknak, mert az oroszok önmaguktól nem szállítanak a gázt orosz, Európába, pontosabban kb. a hatodát szállítják jelenleg annak, amit korábban szállítottak. Röviden összefoglalva nagyjából az a lényeg, hogy a tavaly inkább tehát tavaly jóval többet kerestek az oroszok az energetikai, az a különböző energiatermékeknek az értékesítésén, mint korábban. Egyszerűen azért, mert annyira magas volt mindennek az ára, és ez különösen a gázpiacon volt igaz, hogy hiába szállítottak kevesebbet, így is mondjuk havi szinten háromszor annyi volt Európából a gázbevételük, mint a korábbi években. Ami most egy nagyon jelentős változás, hogy az energiatermékeknek az ára az elmúlt hónapokban jelentősen lecsökkent, és ez a következő hónapokban fog majd látszani az oroszoknak a bevételein. Tehát, hogy igazából ez most fog beérni, de ez nem elsősorban a szankcióknak az eredménye, hanem a piaci folyamatoknak az eredménye, mind az olaj, mind a gáznak az esetében. Készültünk egy grafikon, amit kérnék a kollégáimtól, rakjunk be. Ugye itt azt lehet majd látni mindjárt, hogyha megjelenik a képernyőn, hogy az orosz olaj kitermelés mennyiségére nem voltak kifejezetten nagyobb hatással a szankciók. Kérlek, hogy mondjátok el, hogy ebből ti milyen következtetés vontok le. Elsőként Zoltán. Hát ugye az olaj az azért fontos, mert ugye abból származik a legnagyobb bevétele az oroszoknak, és ez alapvetően azt jelentheti, hogy ugye nem csökkent az értékesítés, vagy hát ugye ugyanannyit tudnak nagyjából adni, hogy valamennyivel kevesebbet nyilván, de e, ugye ennek két oka van, az egyik az az, hogy ahogy ez el is hangzott, Európában nem volt korlátozva az orosz olajnak a, a, behozatala egészen decemberig, tehát ugye ennek nyilván jelentős hatása meg 2022-es évre nem volt. A másik pedig, hogy az olajnál tényleg lehetőség van arra, hogy máshol próbálják meg értékesíteni más piacokon, tehát ott az átváltás lehetősége azért nagyobb. Ami viszont fontos, hogy ez ugye a mennyiségi oldala, tehát hogy amikor bevétele van az oroszoknak belül, akkor az ugye a mennyiségnek és az árnak a szorzata, és ami ugye most változik, az az ár, illetve ami változott korábban is, hiszen, és ez ugye jól mutatja a keresett kínálati viszonyokat, hogy ugye az orosz olaj, olajnak az ára, ami viszonylag együtt mozgott a nyugati olajárával, az most már jó ideje hordonként 30 dollárral alacsonyabb, és ugye most is jóval alacsonyabb. Ráadásul ugye, amit viszonylag sokat lehet hallani, igazából mostanában ezt is megkérdőjelezték, hogy ugye a távolkeleti keleti illetve ázsiai piacokon csak jóval olcsóbban tudják eladni az, orosz az oroszok az olajat, mint ahogy akár Európában tudták volna. Szóval összességében a következő időszakban, ami tovább csökkentheti az ebből származó bevételeket, az elsősorban az ár oldal, illetve ugye majd a következő hónapokban fogjuk látni azt, hogy az olaj az európai Ugye be a szankciónak, hogy nem lehet olasz behozni, és olajtermékeket, annak mi lesz a hatása? Ja, tehát itt félreértés van, mert a szankciónak az a célja, hogy ne csökkentsék a termelést. A szankciónak az a célja, hogy olcsóbban kelljen eladniuk. Ezben volt egy vita az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Az Európai Unió júniusban bevezette volna teljesen teljes embargót, tehát, illetve bolykotott hogy. Nem veszünk orosz olajat, és az amerikaiak közölték, hogy ez, hogy ez nagyon komoly logisztikai problémákat jelentene. Az oroszok nem lennék képesek eladni ezt a mennyiséget, ezáltal fölmenne az olajár, mert egész egyszerűen le kéne állítani bizonyos termelésüket, és több bevételük lenne. Tehát az amerikai államkistár a 140 dolláros olajára számolt akkor, hogyha azt az európai ö, verziót bevezetik ö, Európában. És erre megoldásként javasolták a G7 országok az olaj ötletét, hogy, hogy az orosz olajtermelés ne csökkenjen érdemben, különben most azért az olaj termék szankciók miatt valamennyit fog, és jelentették már az oroszok, ne csökkenjen érdemben a termelés, viszont a bevételük csökkenjen nagyon nagy mértékben, sokkal olcsóban kelljen eladniuk ezt az olajat. Még egy másik szankciós csoportot kérdeznek téged, András. Ugye itt van egy olyan szankció, ami kifejezetten az a gáz és az olajkitermeléshez szükséges nyugati technológiákra vonatkozik. Ennek van-e már érdemi hatása? Hát ez azért nehéz megmondani, mert az egész ugye gáztermelésben nagyot léptek vissza, tehát ott egy, most nem emlékszem pontosan, hogy ilyen 15%-os gázkitermelés csökkenés volt és az olajtermelésben is például az OPEC által adott kvóta alatt vannak jelen pillanatban, és tovább csökkentik. Az biztos, hogy nem egységesen hat, tehát itt különböző szegmensek vannak, például a finomításban nagyon nagy a, a nyugati részesedés, a, a cseppfolyósított gáz termelésében nagyon nagy mértékben a nyugati technológiára támaszkodnak, miközben mondjuk egy ilyen hagyományos nyugat-szibérei termelésben kisebb a nyugati technológiának a, a részvétele. De pont azért, mert ugye csökken mind a két termékből a termelésük, ezért valami játékterük van. Én úgy gondolom, hogy idővel viszont például a finomításban lehetnek, lehetnek ebből problémák, nem tudom, hogy ennek milyen az átfutása. Zoltán, hozzátfordulok, ugye az elmúlt egy évben egy nagyon komoly európai kérdés volt, hogy hogy lehet diversifikálni a gázbeszerzés kérdését. Ugye Németországban lehet látni azt, hogy nagyon jelentős infrastruktúrás beruházások mellett köteleződött el a szövetségi kormányzat. Ugye itt főként arról van szó, hogy az lng és a zsebfolyós gázt milyen módokon lehet eljutatni Németországba, és hol lehet azt tárolni, hol lehet földolgozni, és így tovább. Mit lehet -e mondani Európa többi országáról és az Európai Unió egészéről? Tudnál adni erre vonatkozóan nekünk egy átfogó képet? Hát, hogyha az Európai Unió egészét nézzük, akkor ugye nagyjából egy 400 milliárd köbméteres éves felhasználáson, és ennek a 80 a volt, ami import, tehát ami ugye a külföldről jött be, és ennek az importnak nagyjából a felét adták az oroszok, hogy az, amit ők behoztak, annak a mennyisége csökkent mostanra nagyjából a hatodára, tehát hogy a részesedésük az 50%-ról 10%-a vagy az alá, az alá esett, és valahogyan ezt kell kiváltani, ennek az egyik része egy nagyon erős keresleti oldali alkalmazkodás, tehát hogy nagyjából 10-12 kal csökkent az európai gázfogyasztás 2022-ben, amiben ugye hát ugye az év elején még nem volt feltétlenül ez indokolt, tehát ugye ebben még volt további mozgástér is, ugyanakkor valószínűleg van olyan része, ami nem lehet tartós keresletcsökkenés, de ennyi volt, tehát ez nagyjából ugye éves szinten 50 milliárd köbmétert jelent ugye az az orosz 150 milliárd köbméteres exportnak a harmadát már ezzel ki is lehet váltani, és akkor utána a maradék 100 milliárd köbmétert kell valahogyan pótolni. A, a, ugye alapvetően három irányból jön a gáz, egyrészt ugye Norvégiából, ugye a norvég gáz behozatal az, az teljesen maximum pörög már nagyon régóta, az elmúlt időszakban kis csökkenés volt, de ott teljes kapacitással szállítanak, tehát abban nagy mozgástér fölfele nincsen. Az észak-afrikaiban ugye szintén hasonló a helyzet, meg ugye az egy jóval kisebb Kisebb mennyiség alapból is, és ugye ennek megfelelően ugye marad a cseppfolyósított földgáz, amit te is mondtál. És ugye itt pedig az a kérdés, hogy mennyi az a kapacitás, amivel folyósítani lehet, illetve ugye Európába érkezve vissza lehet úgy a gázhalmaz alakítani, alakítani. Ugye ez a szűk keresztmetszet, és erre zajlanak a beruházások. Ugye azért jelenleg az látszik, hogy nagyjából egy ilyen heti 6 milliárd köbméter be tud jönni mindenféle irányból Európába, ami valószínűleg elég lehet, tehát ki lehet váltani, de ez szerintem még eléggé labilis a helyzet ahhoz. Tehát, hogy annak ellen hogy most viszonylag stabil a gázár, és viszonylag nyugodtnak tűnik a gázpiac, azért itt még elég, elég erős mozgások lehetnek akkor, amikor betárlás van, és elsősorban pont az LNG miatt, mert az LNG az a eddig lokális gázpiacokat valójában globálissá teszi, és azok a, az a, gáz, a, gázszállítmány az el tud fordulni mondjuk a távol-kelet irányába, és el tudja szipkázni Európába, ahogy ez történt mondjuk 2021-nek az elején jelentős gázáremelkedés növel ö, okozva. Tehát, hogy, hogy röviden a kérdése a válasz az az, hogy nem látjuk előre, hogy mennyire lesz elég az LNG, elég lehet kiváltani az lng de tulajdonképpen mindenkinek ez a lehetősége, más lehetősége nincsen. Viszont az LNG-t bárhova el lehet Európába szállítani, ellentétben azzal, amit a kormányzat erről kommunikálni szokott. András, ugye a háború első időszakában a különböző gazdasági oldalaknak a híreit azok a fejlemények uralták, hogy a különböző multinacionalis vállalatok hogyan vonják ki saját magukat az orosz piacról. Ez mit jelentett az orosz fogyasztásra nézve? Tudták-e pótolni akár belső kapacitások fejlesztésével az így kieső kínálatot? Jelentős mértében átalakította a fogyasztói kosarát az átlag orosz polgárnak? Hát mikor, hogy? Tehát ugye ez egy nagyon széles portfólió, amiről beszélünk, nagyon sokféle termékről. Nagyon sok kivonulás nem is következett be olyan módon, ahogy azt ugye ezek a cégek kommunikálták. Tehát az, hogy történt, hogy a vegyes vállalati partnernek eladták azt a Tudom, ilyen értékesítő üzletláncot ők azt mondták, hogy ők már nincsenek ott, de az export-import szinten ugyanúgy folytatódott a. Kik a leghíresebb maradók ilyen Tehát hogy a, a Hát majdnem mindenki. Tehát, hogy most volt egy felmérés az ügyben, az Ukrának is csináltak egyet, de Nyugat-Európában is csináltak egyet. És azok, akik azt mondták, hogy kivonultak, annak csak egy ilyen 10% az, aki tényleg fiók leépítést és bezárást hajtott végre. Nagyon, nagyon sokan úgy voltak benne, hogy csak egy értékesítő üzletláncuk volt. Amit átadtak a vegyesvállalati partnernek. De akinek mondjuk gyártása is volt, az is egy csomószor ezt tette, és mondjuk például a gyógyszerészeti cégek e, át egész egyszerűen a hatóanyagot eladták. A, tehát eladták azt a céget, ami ott gyártott Oroszországban a vegyesvállalati partnernek, és a hatóanyag exportja ugyanúgy zajlik. Tehát a, a fiók telep az ugyanúgy e, e, termel. Hát azért nem tudok erről teljes képet mondani, mert nagyon nehéz, persze vannak ilyen, van pár olyan terület, ami nagyon megrágott, mondjuk képjárművet venni nagyon drága lett, ugye belső termelés most nincs a személygépkocsiban, tehát importálni kell, és ez a mindent meg lehet venni, csak sokkal drágább lett. Tehát azt lehet látni, hogy a személygépkocsi értékesítés például Oroszországban visszaesett. Ugyanilyen életképek vannak, hogy mondjuk a metrónak, az orosz metrónak, amiről mindig azt gondoltuk, hogy ezek, ezek orosz alkatrészek, ritkítani kellett a járatait, mert egész egyszerűen az alkatrészállátás nem megoldott. De egy ilyen átfogó képet nem, nem igazából tudnék mondani. Ugye a, a, önmagában a GDP nem csökkent érdemben, a real GDP nem csökkent a folyóára a GDP nőtt. Idén az oroszoknak. Tehát az inflációt meghaladó mértékben nőtt. Kevesebb terméket állítottak elő, de több pénzt kaptak érte. Uh -huh. Tehát, hogy ez 23-ban már nem így lesz, de 22-ben még így volt. Tehát ebből nekem az jön le, hogy igazából még nem igazából érezték meg a, a szankciók hatását. Hát akkor ide is kapcsolódik az utolsó kérdésem hozzátok, hogy ugye amikor a szankciós politikákat elkezdték bejelenteni, akkor voltak olyan elemzők, akik 10-20 os GDP csökkenést jósoltak, és hát azért a legfrissebb adatok szerint mindössze 2,1 ot csökkent a GDP 2022-ben Oroszországban. Ebből a szempontból nézve a szankciós politika igazolja azokat a politikai célkitűzéseket, amiket hozzátársítottak az ezbe vezető államok, illetve ha még nem, akkor mikor várható, hogy hozza azt a hatást, amit reméltek tőle 2022 közepén nagyjából? Hát nagyon külön. Én nem mondanám azt, hogy egységes elvárások voltak a szankciókkal kapcsolatban. Tehát nem tudom, Olaf Scholz azt mondta, hogy itt tavaszra vége lesz a háborúnak. Rövid távú, itt tudta elfogadtatni a saját társadalmával a szankciókat. Olaszországban is ugye voltak ilyen hangok. Ez nem vált valóra de például amerikai politikusok vagy Európai Uniós politikusok sosem mondtak egy ilyen határidőt, hogy ennek mikorra lesz, sőt az amerikaiak kifejezetten azt mondták, hogy egy árat szeretnének, meg szeretnék büntetni Oroszországot, de nem mondták meg azt, hogy a szankcióknak az lenne a céljuk, hogy véget vessen a háborúnak. Tehát a célok szerintem különböztek. Én úgy látom, hogy tehát ezek voltak ilyen elképzelések, hogy 8-10 lesz, nem lesz, vagy csak a nagyon hosszú távon. E tekintetben úgy gondolom, hogy igen, ez mondjuk, hogy csalódás. Ahogy augusztus-szeptemberben láttuk, hogy az oroszok nagyon keményen vissza tudnak csapni a gázára, hogy magas lesz ezeknek a, ennek a szankciós háborúnak Európa számára a költsége, ez a költség szerintem ma nyilvánvalóan látszik, hogy nem lesz olyan magas. Tehát, hogy kisebb haszont hoz, kisebb kárt okoz az orosz gazdaságnak, de Európa számára is kisebb költséggel fog ez járni, föntarthatónak gondolom. Igen, és ezt, ezt a gondolatot tovább vive, valószínűleg a következő hónapokban azért egy jelentős bevételviszállást fog okozni az, hogy viszonylag alacsony jelenleg az energiahordozóknak az ára, illetve hogyha esetleg mennyiségben is kevesebbet tudnak eladni, akkor pedig még nagyobb lesz ez a visszaesés. Ugye ez a finanszírozhatóságát a, a teljes orosz államnak, illetve akár a háborúnak is befolyásolhatja. És ugye ezen kívül pedig lesz egy olyan hosszú távú hatás például az energetikában, hogy az európai piacot visszaszerezni valószínűleg nem lesz olyan egyszerű. Tehát ugye ezek a bevételek hosszú távon esnek ki, és amikor már nem lesz ennyire magas a gázakáza ára, vagy nem lesz olyan magas, mint mondjuk tavaly, tavaly év közepén, nyár végén volt, akkor ugye a hatodannyi mennyiség, ha nem is hatodannyi pénz de jóval kevesebbet, mint korábban gázbevételként, és ugyanez igaz lehet az olajra is. Szóval valószínűleg ez hosszabb távon érezhető hatás lesz az energia termékeknek az értékesítéséből származó bevételre. Jandó Zoltán, Deák András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és mindazt elmondtátok a nézőinknek, gyertek máskor is. Köszönjük. 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 Zárásként pedig hamarosan érkezik ide a stúdióba Feledi Botond, a Partizán külpolitikai elemzője, akivel a világpolitika, a világdiplomácia alakulásáról fogunk majd beszélgetni. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást. We are very concerned that China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine. российско китайские отношения развиваются так как мы и планировали в предыдущие годы все идет идет поступательно развивается мы достигаем новых рубежей и конечно мы ждем председателя китайской народной республики с визитом в россию мы договаривались об этом раньше я считаю, что с сегодняшнего у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия контакта в защиту наших общих стратегических интересов. Ход стратегическим руководством председателя Ситимпина и президента Путина. És akkor a záróblokhoz érkeztünk el, itt velem a stúdióban Feledi Botond, a Partizán külpolitikai jellemzője, Szervusz Botond. Sziasztok, szép estét. Egy évvel ezelőtt, ugye, pont 2022. február 20-én szerepeltél először a csatornán, azóta rendszeresen visszatérő vendégünk vagy, sőt, hát külpolitikai jellemzőjévé lettél a csatornának, van egy hírleveled is, egyébként mondanám a nézőink számára, hogyha nem követik a Botondnak a hírlevelét, akkor érdemes feliratkozni rá, és akkor minden héten a legfrissebb, legizgalmasabb nemzetközi fejleményekről Botond első kézből számol be önöknek is. Szóval kezdjük azzal, hogy most volt ugye a bukaresti 9 találkozója, és Orbánító Viktor nem vett részt rajta. Kell ennek -e egyébként bármilyen jelentőséget tulajdonítani szerinted? Azt hiszem, hogy ez egy olyan történelmi hét volt a magyar diplomácia szempontjából is, aminek ez volt az egyik fontos aktusa. Ugye a bukaresti 9 alapvetően egy mostanában alakult szervezet, ez ugye a kelet-európai országokat tömöríti, és most Biden elnökkel találkoztak Varsóban. Tehát ilyen szempontból ez egy fontos diplomáciai lépés volt, ehm, és ugye miközben a, a magyar miniszterelnök fogadta a Kínai Kommunista Párt fődiplomatáját vasárnap este magánvacsorán, során, a közben a magyar államfőt küldte el maga helyett erre a találkozóra e, Varsóba, ehm, és mindez ugye az évértékelő után és a finn, e, illetve svéd NATO ratifikáció további lebegtetése mellett egy nagyon kemény magyar diplomáciai hetet zár, négy olyan ponton is. Tulajdonképp Oroszország, Eh, hoz közelítő álláspontokat hangoztatva, illetve eh, kemény Amerika kritikákat megfogalmazva, eh, ami azért eh, eddig ilyen sűrűségben nem volt. Fogunk beszélni még a magyar álláspontról a későbbiek folyamán, de most kezdjük egy kicsit az unipoláris világrend végével kapcsolatban, mert ugye erről is nagyon sokan cikkeztek már a háború megindulása előtt, és azért azt lehet látni, hogy a háború ebbe alaposan belekavart. Ha csak most elkezdjük összeadni azokat a számokat, amiket lehet látni az Egyesült Államok oldalán, amik támogatásban megjelennek Ukrajna mellett, az most már 100 milliárd dolláros összeg fölé vagy felé halad, és kétségkívül a legfontosabb szövetségesei Ukrajnának most az Oroszországgal szembeni honvédő háborújuk során. Szinte mik az elsődleges geopolitikai célja az Egyesült Államoknak ezzel a támogatásával? Azt azért rögtön tegyük hozzá, hogy ez a támogatás a 100 milliárd dollár soknak tűnik, de igazából ez nem egy óriási tétel az amerikai költségvetésben. Tehát az, az USA-nak még a védelmi kiadásaiban is egy számegyű százalékos történet, és ha most az Európai Unió pénzeit nézzük, akkor ez mondjuk ötszöröse a magyar támogatásoknak. Tehát hogy ez, ez, ez azért egy kezelhető összeg. Um, ami ami kifejezetten um, itt mozgatja a szálakat az ugye egyrészt egy amerikai európai um mondjuk úgy, hogy az egyensúly vesztésnek egy látványos elmúlt egy éve, tehát akár a megújuló energiáktól az ukrán támogatásig számos területen nagyon-nagyon csúnya viták alakultak ki, annak ellenére, hogy Biden maga egyébként a jó vezetőnek volt kikiáltva, de kőkeményen viszi tovább ezt a politikát, és látható az is, hogy a Kínával szembeni mozgás az nagyon-nagyon kikristályosodott Washington. -t. Szabad ne felejtsük, hogy a nézőinknek mondanám, Igen. hogy láthatjuk egy grafikonon azt, hogy az egyes államok milyen típusú elköteleződést vállaltak, ugye alul lehet látni azt, hogy milliárd euróban mérve mekkora az elköteleződés, illetve hogy annak mekkora része pénzügyi, ezt kékkel jelöljük, humanitárius, ez zöldel jelöljük, illetve katonai, ezt pirossal jelöljük. Hát magasan az Egyesült Államok vezet az össz elköteleződés mérve, de mondjuk pénzügyi támogatás, mire valóban az Európai Unió megelőzi az USA-t. Igen, ugye gondolom ebbe az adatsorban már benne lehet az a 18 milliárd is, amit, amit szépen lassan elfogadtak decemberben az idei évre, viszont azért itt a katonai támogatáson túl, tehát ez az effektív megjelenő támogatás, ennek azért van egy hírszerzési része is, ennek van egy kiképzési része is. Tehát tulajdonképpen rengeteg szoft támogatás van még. Egyébként mondjuk kiber biztonsági szakembereket képeztek már régen Európai Uniós tagállamok, már a konfliktus előtt 2014 óta. Tehát, hogy ezeket a grafikonokat lehetne bővíteni, és az Unió ennél többet tesz, de az biztos, hogy ahhoz képest, hogy a küszöbén zajlik a konfliktus, nem kellően elkötelezett, vagy lehetne elkötelezettebb pusztán a számok mezeit nézve. Mind az arról a kérdés, hogy Oroszország egyre jobban orientálódik Kína felé, vagy lehet úgy is fogalmazni, hogy egyre jobban ráutalódik Kína támogatására tekintettel, hogy Nyugat-Európa felől, vagy a transatlanti szövetségi rendszerek felől bezárulnak előtte az ajtók. Ez milyen kitettséget jelenthet, és milyen következményei adódhatnak? Ugye az, az nagyjából 2014 óta világos volt, hogy Moszkvában alakul egy kínai fordulat, ez egyébként nem biztos, hogy az orosz gazdasági elit teljes egészének tetszett, de azóta ez egy látható folyamat volt, ami csak begyorsult a háborúval. Uh -huh. És ahogy, ahogy mondott, szerintem ez egy fontos különbség, hogy, hogy Kína itt magát egyértelműen pozícióban érzi, és erről is szól az a diszkontározás, amiről itt az előző panelban beszélgettetek, hogy lehet, hogy több olajat el tud adni, de diszkontáron, magyarul olcsóbban. És ugye nagyon monopól helyzetben van Kína ebben a felvásárlói pozícióban. Ugye India is egyébként több mint 1400%-kal növeli az olajkereskedelmét Oroszországgal az elmúlt egy évben, de ez azt jelenti, hogy két ország meghatározza azt, hogy milyen áron veszik ezt meg, és az oroszok kénytelenek ezt eladni. És ugyanez érvényes a haditechnikára és nagyon sok más dologra. Az viszont biztos, hogy az Egyesült Államok az elmúlt mondjuk négy hétben, tehát az évforduló kapcsán hangoztatott legfontosabb aggodalma az az volt, hogy a kínaiak úgy tűnik, hogy egy újabb lépéssel közelebb állnának az oroszokhoz, annak ellenére, hogy atomháborút nem akarnak, és ezt ők is elmondták. Mégis zajlik egy olyan közeledés, hogy azért ez a kínaiaknak viszont jól jön, hogy leköthessék az Egyesült Államok-európaiak figyelmét, hogy van egy ilyen front, ahol felemésztődnek az erőforrások, és tegyük hozzá, hogy a kínaiak fogják felhajtani az energiárakat is, mm -hmm. ami ezt az egész mostani szankciós mechanizmust megint esetleg új pályára teheti. Ugye Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, aggodalmát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy Kína esetlegesen fegyvereket szállítana Oroszország számára. Konkrétan úgy fogalmazott, hogy komoly következmény lehetnek, hogyha a távol ország ilyen cselekedetre vetemedne. Mit gondolsz, ez egy politikai játék, vagy tényleg komoly lehetőség van annak, hogy egy ilyen gesztus eszkalálná az amerikai részvételt is a konfliktusban? Az látszik, hogy a, a fronthelyzet valódi alakulását sokkal inkább fogja meghatározni az orosz hadigazdaság nemzetközi helyzete, mint az, hogy egyébként hány orosz katona van ott. Ez a hitet, ez pontosan. Tehát ezt úgy, 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 kell érteni, hogy az, hogy a katonák kezébe tudunk-e fegyvert adni, hogy egyébként van elővedék, amit ellövöldöznek, hogy, hogy van-e utánbotlás drónban, rakétában, robbanó töltetben, kellő mennyiségben, hiszen eszméletlen mennyiséget lövöldöznek el, és ez időben odaére, ez itt sokkal jobban meghatározza a frontvonal alakulását hosszú távon. Tehát az, hogy a háború mikor ér véget, az részben arról szól, hogy az orosz hadipar ezt a hátsó kerti beszállítói láncot mennyire tudja üzemeltetni, amiben egyértelműen az első helyen kínálhat. Épp ezért egy stratégiai szempont, hogy a kínaiakat mennyire lehet leválasztani erről, legalábbis mennyiben lehet távolságot eszközölni Kína és Moszkva között egyes érzékeny gazdasági vonalakon. Tehát Amerika nem véletlen koncentrál erre, hiszen gyakorlatilag, ami a szankciós politikának egy nagyon hosszú távú hatása, ez a rövid távú történet. Tehát az, hogy a kínaiakat meg lehet ebben állítani, az a háború hosszúságát viszont már közvetlenül befolyásolja és ezért izgalmas, hogy betartanának-e szankciókat, ha az ő pénzügyi rendszerüket is érinti. De ezt akarom kérdezni, tehát valós veszélye van -e annak, hogy kína elkezd fegyvereket szállítani Oroszország számára? Ugye eddig is látunk szállításokat, nem biztos, hogy ezek kész fegyverzetek voltak, tipikusabban inkább alkatrészek vagy pedig olyan cípek, uh -huh. amiket az oroszoknak be kellett szerezni ezen az úton, mert mondjuk a nyugati gyártó már nem ért el oda. Egyébként több ezer csípszállítmány még megérkezett a háború első hónapjaiban a nyugati szállítóktól is, tehát itt azért bőven a saját házunk táján is van még mint sepregetni. De ez a kínai iparnak nyilván egy lehetőség. Tehát ugyanúgy ez, ez fejlesztés szempontjából is, ugye még maradék technológiákat elhozhatnának az oroszoktól, tehát azért van még számukra érdekes történet az orosz fegyveriparban, és hát ez üzlet. Az a kérdés, és ezt láttuk a háború első szakaszában a telekom cégeknél, kifejezetten, hogy nem érné meg nekik az amerikai szankciós politikával szembesülni, mert az rövid távon nekik technológia akadály, technológia transfert le tudja állítani még mindig az Egyesült Államok. Ez történik most is. Ugye Japánt, Hollandiát és más csípgyártó berendezéseket építi országokat már koalícióba tettek, hogy ne adjanak el csípgyártó berendezést Kínának. Tehát ez, ez az ütközet, ez tulajdonképpen nagyon-nagyon zajlik, és egy nagyon széles frontvonalon, mert ez egy komoly aggodalom, hogy mi az, amit a kommunista párt el akar adni, mi az, amit a gazdasági szereplők lehet, hogy nem akarnának eladni, mert ők gazdasági számokat is néznek, és oda milyen másodlagos szankciókat lehet kihelyezni, hogy ez érzékelhetővé váljon a gazdasági döntéshozók számára Kínában, és ne tegyék ezt meg. Kínának milyen érdekei mutatkozhatnak arra, hogy egyébként adjon el fegyvereket Oroszország számára, ha egyébként meg más fontokon ilyen komoly tételeket reszkírozhat? Hát egyébként ugye Kína az az ország, aki az Egyesült Államokkal való konfrontációra készül, hivatalosan, nem hivatalosan, de nem vívott háborút 60 éve értemben. Tehát ugye Indiával volt egy kisebb konfliktus kétszer is, de hogy mondjam, hagyományos, konvencionális háborút, amit az Egyesült Államok szinte minden évben vívott valahol, ilyet Kína nem vívott. Tehát az, hogy fegyvereket tesztelhetnek, hogy harcmezőn ott lehetnek, hogy megfigyelhetnek, ez számukra egy felbecsülhetetlen taktikai értékű lehetőség. Amellett, hogy egyébként pénzt is lehet csinálni. A kínáknál maradva, hogy az amerikaiakkal egy fontos konfliktus, nem szeretem a háborús kifejezést használni, mert ezzel azt gondolom, hogy méltánytalanok lennénk azokkal a szenvedésekkel szemben, amelyeket Ukrajnában ma is tömegek élnek át. De hogy mi, nyilván egy nagyon erőteljes konfliktus a csipgyártás területén zajlik jelenleg is. Ez egy másik típusú konfliktus, mint ami Ukrajnában zajlik. De hogyan látod ezt a technológiai versenyt? Részben utaltam is, is már rá, de szeretném még egy kicsit jobban kifejteni. Pontosan mi a tétje ennek a konfliktusnak, és mivel fenyeget Amerika Kína vonatkozásában, mennyire van jelen az a valós veszély, hogy radikálisan át fogja alakítani az ellátási lánc alakítását, mint ahogyan azt az elmúlt évtizedben kialakított a Kína -val való viszonyában. A Biden-féle fehérház kőkeményen tovább, a Trumpi Kína politikát. Tehát ami vámháborúkról indult, az most már technológiai transferek megállításáról szól és, és ezt abszolút komolyan gondolják az Egyesült Államok politikai oldalán. Mielőtt ebbe belemegyünk, annyit tegyünk hozzá, hogy egyébként rekordot döntött a 2022-es amerikai-kínai kereskedelem. Mm -hmm. Tehát, hogy a politika egy dolog, és a gazdasági valóság egy másik dolog, ha jól emlékszem, 690 milliárd dolláros. Tehát, hogy egy egészen elképesztő nagy számot hoztak. Annak ellenére, hogy egy tajvani látogatás volt, ugye, ami felkavarta a port Pekingben, és az egész orosz-amerikai háború, és kínai versengés zajlik, mégis a gazdasági szereplők ott vannak. Tehát az amerikai szereplőket sem könnyű beszélni arról, hogy ezt, ezeket a határokat meghúzzák de valóban abban az irányba tartunk, hogy a kínaiakat el akarják zárni a legfejlettebb félvezetőipari ipari gyártóberendezésektől, hogy ne legyenek olyan csípjeik, amiket egyébként fejlett fegyverzetbe, tehát katonai technológiákban lehet használni, illetve mesterséges intelligenciának számítási kapacitásainál. Tehát nagyon egyértelmű vagy mondjuk a telekommunikációs hálózatokban, tehát ebben szeretnék azt elérni, hogy Kína versenyhátrányba kerüljön, és ne férjen hozzá technológiákhoz. Um, ennek ugye ez egy darab módja, azért a kínai hekkerek dolgoznak azon, hogy, hogy szabadalmakat el tudjanak hozni a megfelelő országokból, nyilván felvásárolnak cégeket, és mindig vannak közvetítők, akik ezt valahogy megoldják. Tehát ez a szankciós politika itt sem egy, egy, egy páncélajtó, tehát erre nem számíthatunk, de ebbe az irányba haladunk, ami végső soron azt is jelenteti, hogy lehet, hogy lesznek olyan technológiai eszközeink egy-két-három-öt éven belül, amelyek csak az Euróatlanti térségben gyártódnak és használhatóak. És bizonyos eszközöket más technológiával fognak legyártani más geopolitikai blokkoknak, pont azért, hogy esetleg a versenyző blokkok egymástól ezeket nehezebben tudják elvenni. Ez tényleg egy klasszikus hidegháborús megfejtés irányába megy, a jól ismert kokomlistákkal vagy a kettős felhasználású civil katonai termékek exportjának a korlátozásával. És akkor kicsit az Európai Unióról, mert azt lehet látni, hogy itt a stratégiai ellátás különböző projektjei már, -már felfeltűnnek, energia, csipgyártás, adott esetben más típusú technológiák, infrastruktúra terén egyre más jelentene be az államok különböző típusú beruházásokat, de azért látszik, hogy ennek a volumenne nem fogja megközelíteni azt, amit jelenleg Amerikából vagy Kínából be tud szerezni az Európai Unió különböző tagállamai. A te megítélésed szerint egyáltalán mi kellene ahhoz, hogy fel tudjon lépni arra a színpadra, és el, az önállátásban erősíteni tudjon az Európai Unió, mint amit most láthatólag azért, aki, tehát ki van téve azoknak a típusú erőknek, amelyekre kevés elhatás látszik. Hát a rövid válasz az az lenne, hogy sokkal több pénz és sokkal több nyersanyag. Jelenleg egyik sem áll rendelkezésre. Tehát azt látjuk, hogy a, az a úgynevezett inflációcsökkentési törvény, ami egy óriási támogatási csomag, az ő technológiáknak is egy hasonlót hoztak egyébként az amerikai csipgyártás felillesztéséről is az amerikai kongresszusban, ezek szinte egy nullával több pénzt tesznek bele, tehát mondjuk dollár 10 milliárdokról beszélgetünk, miközben Európában ugye ez úgy történik, hogy az Európai Bizottság valami közös kalapba betesz néhány milliárdot, akkor néhány pénzintézet még ebbe beleígér, és a többit várják a piactól, de attól a piactól, ami már eleve világ, világpiaci szinten gyengében szerepel. Tehát, és elmaradt évtizednyi fejlesztés van, tehát nagyon kevés pénz van, még mindig rászámva. Láthatók ezek az eredmények, de hát egy ilyen beruházás az évekig tart, mire majd felépülnek ezek. Akkor is adresz, a környéki német kezdeményezések nagyon szépek, meg látunk az Inteltől is Magdeburg mellé akarnak építkezni, de ez még eltart egy ideig. És nincs nyersanyag. Tehát Európában most a svéd uniós elnökség első hónapjában nagy csindadratával bejelentették, hogy akkor ritka földfémeket fognak tudni valahol a sarkörön túl a Mikulás mellől bányászni, ez persze több jó, ennek a bányának a kiépítése is hosszú évekbe telik. Tehát mire Európa a saját nyersanyagait itt elkezdi kiásni, az rettentő hosszú idő, az alatt lement ez a, ez a geopolitikai periódus. És ugyanezt a, a világ többi részén, Afrikában, Latin-Amerikában vagy Kelet-Ázsiában elérni, nagyon gyenge pozíciókból rajtol Európa. Tehát azt látjuk, hogy a kínaiak időben elrajtoltak, óriási akvizíciókat végrehajtottak, a mai napig ez történik. Az USA erre ráugrott, tehát elkezdtek felzárkózni, és Európa, annak ellenére, hogy a volt gyarmattartói múlta nyilván léteznek diplomáciai kapcsolatok a mai napig, ebben a versenyben csúfosan le van maradva. És ez ugyanúgy érinti a félvezető sztorit, mint a megújuló energia sztorit, tehát minden, ami autonómiát teremthetne, végeredményben más több helyről, de ugyanúgy függést fog okozni. Tehát akkor igazából azt mondod, hogy a nemzetközi, nem tudom, én, kereskedelmi és technológiai versenyben az Európai Uniónak nem fognak lapot osztani. Um, hát hány éve várjuk azt a szerencsés konstellációt, hogy az európai vezetők meghozzanak bátor döntéseket? Tehát ezekhez kell jó pár egymással organikus bátor döntés, ami az európai külpolitikát is meg tudná határozni ezekben az irányokban, mert létezik kritikus erőforrás irányelv. Na de hát ezt implementálni kéne, oda kéne menni, bele kell tenni a pénzt sokkal többet. Ehelyett, amit látunk, hogy ugye olyan támogatásokat osztanak most ki kapkodva a politikusok nemzetállami szinteken, amik a régi, de nem bevált cégek zsebeit kitömik, hogy a munkahelyek megmaradjanak, hogy a következő választáson ne legyen gond. Tehát a stratégiai beruházások hiánya az az, ami eddig is óriási gondot okozott, ennek a impaktja növekszik, és nem látni, hogy akár európai, de akár nemzetállami szinten ezt most radikálisan ügyesebben kezelnék. A az orosz háború kapcsán a legfontosabb kérdések egyike volt, hogy hogy lehet az energiafügg külséget kezelni, és hogy hogyan lehet leválni az orosz behozatarról. Most azért alapvetően azt lehet látni, hogy ezt inkább például mondjuk a gáz esetében LNG-vel, amerikai LNG-vel váltja ki az európai tagállamok jelentős része. Éppen ezek kérdezem tőled, hogy látható-e érdemi transformáció az energiamixnek az átalakítása, diverzifikálása, vagy csak arról van szó, hogy most már nem Oroszország felől érkezik a gáz, hanem cseppfolyós formában az Egyesült Államokból. Hát a legszomorúbb és radikális mix változás, mondjuk akár a németeknél is megfigyelt, hogy egyszerűen visszajött a szén. Mm -hmm. Tehát amikor a német villamosáramellátás egyharmada adott pillanatban szén alapon történik, akkor azért elgondolkozunk, hogy lehet konferenciát tartani az enszer, tehát itt nagyon-nagyon szomorú történetek is vannak a háttérben, miközben a megújuló iparágról ugye pont ez a probléma, itt is a kínai, mondjuk úgy, hogy versenyben, bár ez nem volt mindig fair hiszen a kínai cégeket, a kínai kommunista párt mindig rondját támogathatja, miközben az európai cégek állami támogatást a Covid előtti időszakig európai szabályok miatt nem vettek érdemben föl. Tehát egy, egy nagyon fura kettős helyzet volt két-három évtizedig a világpiacon az európai cégek számára az európai szabályok miatt és ebben nem tudta globális versenyszövé kinőni, és ennek az árát is most abban fizetjük meg, hogy nem tudjuk ezeket feltétlen nagy mennyiségben saját magunk árhatékonyan legyártani. Miközben többen elindultak ebben, sokkal határozottabban. Tehát az energiamixnek még a megújulókkal való átalakítása bár halad ebben Európa, és ebben vannak eredmények, néhány ország kifejezetten élen jár, de azért ez még messze nem tartott, hogy, hogy, hogy kiváltson dolgokat a nagy ígéret a hidrogén. Tehát arról lehetne hosszan beszélgetni, hogy a hidrogén iparban Európának egyébként mekkora szerepe lehet, itt Ukrajnát is egyébként nagyon szépen be lehetne vonni, hogy a hidrogént is sokféleképpen elő lehet állítani. Ezen óriási vita hogy akkor most mitől zöld a hidrogén, és itt természetesen ugyanúgy nincsen német-francia egyetértés. Tehát ugye ennek mindig ez a tragédiája, hogy egyszerűen belül már elgáncsoljuk egymást, és itt még nem is Kelet-Európa vagy Dél-Európa, hanem egyszerűen egy atom, atomenergiával élő Franciaország, és egy megújulókat máshogy elképzelő, az atomot leállító Németország vitája, erre is kiterjed. Beszélgessünk egy kicsit a hadászati eszközök felajánlásáról Ukrajna irányába és ezeknek a diplomáciai aspektusairól. Részben volt is már erről szó korábbi pontján. Ugye a nagy fordulópontot mindenki oda datálta, amikor Németország végül is elköteleződött a mellett, hogy Leopold 2-es tankokat ajánl föl Ukrajna számára. És ugye itt volt egy erőteljes felajánlás más tagállamok részéről is, hogy a szállításban, illetve további harcászati eszközöknek az eljutatásában is szerepet vállalnak. De aztán ezek a szállítmányozások végül is nem realizálódtak olyan mértékben, mint amit a felajánlásokból ki lehetett következtetni. Milyen szempontok húzódtak meg amögött, hogy valaki ebben elköteleződik, és aztán mégis mégiscsak inkább visszavonul, és kisebb elköteleződéssel teljesíti a felajánlásait? Ennek az a baj, hogy számos oka lehet, tehát hogy, hogy nem biztos, hogy ez mindig egy politikai döntés miatt van. Ugye kifejezetten nehéz eszközöket, tehát mondjuk egy, egy Leopard 2-es tankot, de akár még ezeket a páncélozott egyéb csapatszállító eszközöket is közutakon kell elvinni. Meglepődnénk, hogyha látnánk, hogy egy NATO hadgyakorlathoz, ami Kelet-Európában zajlik, nem Ukrajnában, Kelet-Európában zajlik, hány hónapig kell oda a nehéz eszközöket, mert egy annyira szűk útvonalon lehet elvinni, mert a hidak nem bírják ki, vagy az út nem bírja ki. Tehát ez nem egy triviális dolog elvinni a nehéz eszközöket balról jobbra. Itt kezdődik. Hosszan volt arról is beszélgetés, hogy a 200 ezek a fejlesztések bele tartozhatnak, hogy -e, lehessen mozgatni a NATO egységeket. A másik, hogy ki vannak-e képezve az ukrán katonák. Hát ez az ukrán hadsereg egyébként már egy olyan Um, MacGyver szinten kezelhet akárhány technológiát, ami, ami hosszú távon elképesztő előnyöket fog nekik okozni, de miközben a franciák a francia lövegeket ajánlják fel, a németek a német lövegeket, plusz még akinek volt uh, szovjet gyártmány év az meg azt adta oda. Tehát itt az is kérdés, hogy ki tudták-e képezni az embereket, és azok tudják -e ezt használni. Rendelkezésre állnak ki az utánpótlás részek, vagy volt olyan eset, amikor felajánlanak egy löveget, de kiderül, hogy a történt, akik gyárták azok egyébként éppen Svájcban vannak, és ők nem szeretnék a reexport engedélyt megadni. Magyarul nem lehetett átadni. A lőszert egyszerűen hozzá németek ezzel kapcsolatban most hoztak döntést, de akkor ők visszaveszik a lőszergyártást. Tehát, hogy meglepődtünk, hogy milyen típusú logisztikai problémák vannak a politikai alatt uh -huh. ebben az egész kérdésben. Ezek a leopártankok tankok mitől ennyire különlegesek? Mennyire, miért mennek ennyire mese számba? Tehát a kérdésünk ezzel arra vonatkozik, hogy az ukrán hadsereg fejlettségi szintjéhez mérten jelent ez egy jelentős előrelépés, vagy ez önmagában is egy olyan technológiával ellátott harcászati jármű, aminek van egy megkülönböztetett jelentősége az oroszokkal szemben? Ugye a Leopard, ez egy, ez egy átfogó név, de ennek több szériája van. És egyébként amit átadnának az ukránoknak tipikusan, amennyit, én láttam, azok a jóval korábbi szériák, és mondjuk nem az, amit Magyarország megvásárolt a, a, legutóbbi szériákból. Tehát itt azért az sem mindegy, hogy melyik, melyik szériaszám megy át. És nyilván a volt és az oroszok által is használt szovjet tömeggyártmányú páncélosokhoz képest ezek elképesztő technológiával rendelkeznek. Hát mondjuk aktív védelemmel, hogy tudja azt észlelni, hogy jön egy rakéta, és akkor azzal tud ő is valamit kezdeni, tud kommunikálni más eszközökkel sokkal hatékonyabban. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy a különböző haderőnemek közötti együttműködésben ezek az eszközök egészen más szintet képviselnek, mint, mint amit mondjuk egy orosz tank tud produkálni, amik meggyártási széria hibákat látunk, amikor ugye lerepülnek ezek a e, tankfejek, mert éppen úgy volt kialakítva annak idején. Vagy, vagy, tehát, hogy hosszú-hosszú elemzések vannak erről, én ennek nem vagyok azért a szakértője, de az látható, hogy, hogy ez egy komoly lépés lenne. Nyilván ezekbe is kell egy kritikus tömeg ahhoz, hogy az érvényesüljön a harcmezőn. Tehát itt öt leopárdal nem lehet világot megváltani, ezeket is ki kell képezni az embereket, és hát ezeknek mind iszonyatosan nehéz a karbantartása. Tehát azt a logisztikát, amit ez jelent, az... Ha megnézzük GDP arányosan, akkor azt lehet látni, hogy a balti államok és Lengyelország vezet a leginkább a felajánlásokat tekintve. Ez szerintem hogyan fog átlakítani a térségi viszonyokat? Az az érdekes, hogy ez a térségi viszony átalakulás tulajdonképpen a brexit el elkezdődött. Tehát amikor London kilépett az Európai Unióból, 2016 elindult a kilépés, onnantól kezdve látni a keletre tolódás, de ha úgy tetszik a keleti bővítés, tehát a mi belépésünk 2004-ben, az akkori 10, majd később 12 új tagállami, elindul egy keleti eltolódás, és ez begyorsul az ukrán-orosz háborúval. Tehát a, a baltiak ilyen szempontból e, ugye relatív apró gazdasági tényezők, e, még akkor is a stratégiai helyzetük izgalmas lesz most egy finn NATO-bővítéssel, de Lengyelország egyértelműen gazdaságilag rendkívül erős, és politikailag ugye ősszel választások lesznek, tehát most nehéz hosszú távú kijelentéseket tenni, de megkerülhetetlen tényező lesz ebben az egész történetben, és tulajdonképpen a lengyel, illetve a román atlanti bástyák azok, akik a washingtoni kapcsolatot helyenként sokkal lelkesebben tartják, mint Párizs vagy Berlin. Tehát ilyen szempontból egy nagyon-nagyon erős keleti frontvonal alakul, Um, ami, ami az Európai Uniós döntéshozatalban is biztos, hogy érződni fog, akkor, amikor a fegyveripari döntésekről vagy más egyebekről lesz szó, ami releváns a, a védekezés szempontjából. Úgyhogy um, azt hiszem, hogy, uh, hogy ez egy Magyarország szempontjából is nagyon fontos és érzékeny változás, amit megkerülni nem lehet, ilyen szempontból talán jobb előre menekülni, vagy jobb lenne előre menekülni, mint, uh, mint hátra egy pillanatban nyítsunk ki itt a világpolitikára, mert készültünk egy térképpel arra vonatkozóan, hogy mely országok hoztak eddig szankciókat Oroszország ellen, és melyek maradtak passzívak ezen a téren. Üm, ugye azt lehet tudni, hogy Brazília, India és Dél-Afrika, illetve Indonézia azok, amelyek, üm, amelyek ilyen szempontból megpróbálnak nem elkötelezettek lenni ebben a konfliktusban. Üm, mik a pozíció ezeknek az országoknak? Hogyan lehet ezt legjobban leírni? Azok, akik nem hajlandók elköteleződni? Üm... Pragmatikusak, tehát ők azok, akik, akik nem támogatnak, tehát az szavazásban ők tipikusan um, egyébként elítélték az, az ukrajna elleni agressziót, tehát a területi szuverenitás respektálását azt ők megkövetelnék, de abban nem hajlandó áldozatot hozni, hogy a, az általuk is erősen kritizált nyugatot egyébként támogassák ebben a harcban. Um, azt is mondanám, hogy ha az ember egyébként a, a nem hivatalos közegben beszélget ezeknek az országoknak a képviselőjével, akkor időnként tulajdonképpen egy káröröm is felfedezhető, tehát hogy végre egyszer Európát is éri valami kihívás és küzdjenek csak meg vele. Ettől a, a spektrum állásponttól egészen addig, hogy hát ők viszont ezen tudnak pénzt keresni, lást eh, diszkont eh, olajimport Indiába, vagy, vagy, Malajziába, ahol hirtelen többet exportálnak, mint amennyit termel az ország, tehát úgy tűnik, hogy valaki ott átcsomagol olajat. Tehát, hogyha mindezeket veszük, akkor itt rengetegen egyszerűen pénzt akarnak csinálni, Um, és bár látszik az, hogy az oroszok nem fognak befektetést vinni Afrika egyes országaiba, hiába volt ott a Wagner csoport, ugye ez a zsoldos csapat, vagy bárki más is, de a kínaiak erre lecsapnak. Tehát itt azt a nyugat ellenes hangulatot viszont Kína nagyon ügyesen lovagolja meg, és a mai napig, hogyha megnyitom a megfelelő újságot, akkor hol vettek lítiumbánya hozzáférést, melyik kormányzatban, Csillétől Bolíviáig milyen szerepük van, ez egy nagyon-nagyon kemény nyomulás. Van ennek jelentősége? Hogy a nyugat nem bírta rábírni ezeket az országokat arra, hogy szálljanak be a szankciós politikába? Szerintem a háború egyik legnagyobb tanulsága ez. Tehát ha, ha az ukrán területen kívüli eseményeket nézem, akkor az egyik legfontosabb tanulság, amellett, hogy ugye Európa sem tudta felmérni, hogy egyébként mi zajlik a Kremben, és akkor ez titkosszolgálatitól a politikai kultúráig kiállított rólunk egy bizonyítványt, hogy ezt nem tudtuk belátni kellő időben, a Washingtonnal együtt nem tudtuk felmérni, hogy a világ mekkora része szkeptikus a Nyugattal szemben, vagy az Euroatlanti térséggel szemben. Tehát azt hiszem, hogy ez Magyarországról nézve is egy, egy, egy izgalmas pozíció, hogy, hogy ebbe hogy lehet összekapcsolódni egyébként abszolút a gyarmatartásból kimaradt országok, a nagy európai, nyugat-európai országok, az Egyesült Államokkal de valahol itt vissza kell állítani ezt a, ezt a típusú puha diplomáciát, gazdasági befolyásszerzést. Erre történtek lépések. Tehát mondok egy példát, a Global Gateway nevű program, amit a g az Európai Unióval kitalált, hogy akkor milyen jó lesz, hogyha a kínai egyút egyövezettel felveszik a versenyt. Töredéke az összeg jelenleg az európai nyugati oldalon, de legalább elindult valami. Tehát felismerték a problémát, de ez a probléma kezelendő, és ha nincs kezelve, akkor ennek sokkal súlyosabb következményei lesznek az ellátási láncokban. Csak az álláshoz mindenképpen térjünk ki Magyarországra és Magyarország helyzetére. Ugye összefoglalom, úgy lehet leírni, az elmúlt egy évben radikálisan elszigetelődött a korábbi szomszédos szövetségeseitől is Magyarország. Nyilván ez is egy tendenciába illeszkedik, ami már korábban is jelen volt a diplomáciai mozgásainkat tekintve, de talán azért ez az eszkalálódott, ezt kijelenthetjük az elmúlt egy évben. Elszámolta magát a magyar kormányzat, vagy tudatos diplomáciai mozgás és döntések sorozata áll e mögött. Egyáltalában a temegítélésed szerint a színfalak mögötti tapogatózásaid alapján tudatában vannak annak, hogy ez milyen kitettséget jelent, és van-e bármilyen stratégiájuk arra, hogy hogy akarják ezt kezelni, akár oldani, akár kitartani ebben a pozícióban, tehát mi a terv? Nekem nem tűnt úgy, hogy ez ne lenne tudatos, abban viszont teljesen egyetértünk, hogy az elmúlt egy évben minden, ami korábban mondjuk sejtetés volt csak egy, egy tusványosi beszéd során, vagy egy miniszterelnöki beszéd során, az most ki van mondva. Tehát talán az évértékelő beszéd az elmúlt hét végén, illetve az esemény amit most végigmondtunk a héten, a, a bukaresti kilencek kihagyása a miniszterelnök által. Tehát számos olyan e, instancia van, ahol látszik, hogy látványosan e, kiének ki, ki el az Euróatlantikórusból Kórusból Magyarország. Ebben egyébként még az osztrákok azok, akik, akik, pont most ugye a mai napon akartak 18 Duma képviselőt fogadni és vízumot kiadni, nekik holott szankciós listán vannak az EBSZ közgyűlés címén, de hát ezt sem a lengyelek, sem a britek nem tették meg a háború óta korábban. Tehát van itt egy ilyen kiéneklés, és ennek a, a kimenetelében én el annyit látok, hogy, hogy egyértelműen mindig a politikai változásra számítanak a világpolitikai kontextusban. Tehát a 2024-es amerikai elnökválasztás egy ilyen pont. Egyébként ugye Ukrajnában is lehet egy elnökválasztás, ha nem halasztják el, vagy meg tudják tartani 2024-ben. Egyébként Oroszországban is lesz, illetve lesz egy európai parlamenti választás 2024-ben. Tehát vannak ilyen, tehát a következő év az egy nagyon izgalmas év lesz, szerintem az oroszok is bizonyos szempontból erre ezt várják és reménykedhetnek abban, hogy mondjuk egy republikánus elnök jelöltben lehetek kedvezőbb számukra, ha addig a háborút el tudják húzni, és a magyar kormányznak is ebben kőkemény reményei vannak, hogy adott esetben egy... Nem bele szóló eh, demokráciára, a kevesebbet figyelő fehérház az mit jelentett majd Magyarország számára? Ugye erről szól most a magyar külügyminiszter és az amerikai nagykövet között elég csúnyán elfolyult vita is. Hát ez még legalább másfél év is. Ezért vagyok kíváncsi arra, ami a másik kérdésem, hogy. Ugye 2010 óta azért az Orbán kormányoknak a külpolitikáját az jellemezte nagy vonalakban, hogy az orosz nagyhatalmi törekvéseket mindig alulértékelték és nem tekintették különösebb veszélynek, míg mondjuk az amerikai nagyhatalmi törekvéseket pedig mindig felnagyították, és akár a jelentőségükön túlmutató veszélynek láttatták. Ugyanakkor azért az elmúlt fél évben azt lehet látni, hogy igenis érkeznek olyan jelzések Amerika részéről, akár az új nagykövetnek az idehelyezésével, akár más típusú diplomáciai üzenetekkel, amik részben ráerősítenek erre a narratívára a magyar kormány részéről. Szerinted az, ami most zajlik, abból alapvetően a magyar kormány fog majd tudni kapitalizálni és jobban megerősíteni a saját maga anti-amerikai álláspontját a szélesebb nyilvánosság előtt, vagy éppen ellenkezőleg állíthatja egy olyan új töréspont elé a magyar kormányt ez a típusú diplomáciai nyomásgyakorlás, ami miatt esetleg átalakítja a saját maga külpolitikai prioritásait. Azt hiszem, hogy ebben azt. Azt jól tapogatjuk le, hogy két fronton zajlik ez a történet. Az egyik a politikai kommunikáció, amiben a magyar kormánypártnak meglehetősen jó tapasztalata és ügyessége van, hogy ez belpolitikai narratívákkal hogyan fordítsa át. Akkor is ez az, az amerikai nagykövet, vagy mondjuk a 2014-es ügyvívő volt, vagy bármelyik másik nagyköveti vita, vagy Kácserszlovák külügyminiszternek a múlt heti megjegyzése. Tehát ezt azonnal át lehet fordítani belpolitikai narratívává, szavazótábor megerősítését ahol a valódi küzdelem most zajlik, az az Európai Uniós pénzek területe. Tehát ott, hogy ugye ez, ez már messze túlmutat a jogállamisági feltételeken, ugye itt szupermérföldkövek vannak, illetve ezek az úgynevezett horizontális feltételek, ami tulajdonképpen az Európai Alapjogi Kartához való kompatibilitását vizsgálja a teljes országnak. És ez a 20 plusz milliárd euró azért egy akkora forrás, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben itt nagyon fontos lehet az országnak. Tehát itt viszont politikai kompromisszumokra készül a kormány, és ezeket eddig többé-kevésbé igyekezett meghozni. Ugye itt egy pár centivel elmérte magát az ősszel, tehát nem sikerült elkerülni a pénzek felfüggesztését, és ez az, amit most március végén fogunk látni, vagy április elején, hogy mennyi kompromisszumot hoz meg ebben a magyar kormányzat. Tehát itt van egy nagyon kemény Brüsszel vagy Európai Bizottság magyar vita, ami túlterjeszkedett a bizottságon, hiszen a tanács tehát a többi állam és kormányfő szavazta meg azokat a szankciókat Magyarországgal szemben, amiket eddig soha nem használtak az Európai Unióban. Tehát van egy hangulatváltozás, és ebben a kontextusban kell nézni az egész orosz hozzáállást is, ami viszont pont a lengyel partnerséget, még azzal a jogi és igazságossággal is nagyon-nagyon aláásta, aki egyébként hosszú ideig kedvezően tekintett a magyar kormányzatra. Most a baltiak számára, a finnek számára nyilván ez egyérthetetlen érthetetlen hozzáállás, tehát ők ezt nem, nagyon nem szolidárisnak tekintik, és a német kormányzata maga módján szintén komoly jelzéseket adott, például azzal, hogy az Siemens meg nem engedte meg az exportengedélyt, nem adta ki a Paksi Atomerőmű tervezetblokkjának a alkatrész leszállításához. És akkor az árokérdés nem is lehet más, mint amit kvázi szerintem minden egyes interjúban megkérdeztem tőled, amikor itt voltál a stúdióban, vagy bármilyen módon bekapcsoltál egy adásba. Tehát én nem vagyok szakértő a témának, még a látszatát is kerülni szeretném. hogy azt játszam el, hogy én bármilyen módon átláttam ezeket a geopolitikai érdekeket, de nehezen tudom elképzelni, hogy ne üljünk itt egy év múlva ugyanígy. A háború kitörésének a második évfordulóján is ugyanígy beszélgessünk arról, hogy hogyan nézett ki ez a 365 nap, és mik a tanulságai, de hogy ö, tényleg így lesz. Tehát látszik -e bármilyen, nem tudom én, a következő hetekben, hónapokban, fél évben, egy évben ö, bekövetkezhető. Változást, ami ezt a konfliktust lezárja, a háborúnak véget vet? Um, ugye itt valószínűséget lehet felállítani, és azt lehet mondani, hogy rajta ülünk egy modellen, amiről nagyobb erőfeszítést leúrani, mint azt továbbvinni. Talán ez egy ilyen kép, ami, ami segíti azt elmagyarázni, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy tényleg a háború elnyúlik egy éven túl, tehát hogy 2024-ben is még lesz ennek valamilyen formája. Um, illetve a felek, mind az ukránok, mind, a, mind az oroszok, jelenleg azt látják, hogy még lehet kedvező pozíciókat szerezni. És amíg ezt bármelyik fél így látja, addig ők sem akarják ezt leállítani. De az oroszoknak gondolom az a kedvező pozíció, hogy fenntartani a konfliktust a mostani szinten, az ukránok számára pedig bizonyos területeket visszafoglalni az orosz hódítóktól. Kb. ezek a dinamikák azoknak meg fogják határozni a következő hónapokat? Hát a fronton igen, de ugye a mi beszélgetésünk pont arról szól, hogy egyrészt a nyugati támogatás fenntartása, másrészt a kínaiak leválasztása az a valódi stratégiai kérdés, ami a fronthelyzetet akarva-akaratlan sokkal jobban befolyásolja mint az egyébként átadott taktikai kiképzés nagyon fontos, de ahhoz kellenek a fegyverek, kellenek a lőszerek. Tehát ha, ha ez nem jut oda, akkor, akkor az ukrán morál önmagában kevés, és az oroszoknál ez ugyanígy igaz, hogy akkor be lehet dobni 200 ezer ember, de meg fognak halni, hogyha nincs náluk eszköz. Tehát e, e, szerintem ami izgalmas lesz, az a kínai-amerikai mérkőzést figyelni Oroszország kapcsán, illetve azt az orosz kísérletezést, hogy hogyan próbálják megosztani az euróatlanti tábort. Tehát nekik most ebbe sokkal több energiát érdemes fektetni, részben mert ez egy aszimetrikus hadviselés és sokkal olcsóbban, sokkal nagyobb károkat tudnak okozni, de információs kampányokkal, információs műveletekkel, ugye, hát látjuk, hogy Norvégiában portugálul nem tudó brazil kémeket küldtek, akikről kiderült, hogy, hogy orosz munkások a megfelelő szolgálatnál. Tehát, hogy nagy erőfeszítéseket láttunk már csak azon a nyilvános publikus felszínen is. Az oroszok ezen kőkeményen dolgoznak, és ezért vannak narratívák Afrikán keresztül elindítva Európa ellen, mondjuk a Gabona ellátás tekintetében. Tehát nagyon komoly erőfeszítések vannak, ezeket nem szisztematikusan nézzük a sajtóban, de mondjuk a hírlevélben igen, viszont, viszont ennek a súlya nagyobb lesz a háború szempontjából, és attól félek, hogy emiatt is el fog tudni húzódni. Feledi Botond, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindazt elmondtad a nézőinknek, gyere majd máskor is. Köszönöm szépen. Ti pedig iratkozzatok fel mindenképpen a Botonnak a hírlevelére, hogyha szeretnétek minden héten értesülni a háború és a nemzetközi diplomácia legfontosabb fejleményeiről, a hírlevélhez való feliratkozások a linkjét megtaláljátok a leírásban. Végére érkeztünk az adásunknak, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk töltöttétek az elmúlt, hát lassan most már három órát. Hogyha esetleg lemaradtatok volna valamelyik részéről a beszélgetéseknek, akkor hamarosan ahogyan föltöltődött a videó, és véget ért maga a közvetítés. Lehetőségetek lesz visszakövetni az egyes blokkokat is. Szerintem érdemes mindéket meghallgatni, mert izgalmas, átfogó képet adtak a különböző szakértők arról, azokra az aspektusairól a háborúnak, amelyekkel érdemes képben lenni ahhoz, hogy megalapozottan lehessen véleményt formálni arról, hogy mi is történt velünk az elmúlt egy évben. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha kérdésetek észreletek van, gyertek a komment szekcióban, ha pedig lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket is megtaláljátok a leírásban. Én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, ciao.